ezután csak a taxi látsz, a hotel nem tol, nem vár. A polának a vinforán engem látsz, a rúzsnyom engem vár. Jön perc voltam, de elég már, a sírom, túlom, ha nem úgy áll. A nevem négyen vésten a padba, hát nem szerethetsz mást. Robert voltam, de Robi szár, a sírom, túlom, ha nem úgy áll. A nevem négyen vésten a padba, hát nem szerethetsz mást. A transzisztor óra rég lejárt, you
oldalat jártunk, részeg apámmal, minden kocsmában italoztunk. Fejünkön vérdi, sírhelyünk el kell, mert minden bankot már kirámoltunk. Aztán orgyilkos fegyverből hangbőrrem kell, csapám így szólt ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán mennyi más, így éreztem többé, már nem tartom a karomba. Még vártam egy percet, s ő azt mondta, hogy elmegy, soha nem fogja rácsok mögött élni az éveit. Fiammal jártam évek múltában, kis egész éjjel rabolgattunk, fejünkön vérdi, sírhelyünk elkelt, és mások pénzét szórakoztunk. Aztán vérgyilkos fegyverből hangbőrben kell, s én tudtam, ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán menj imán. Én érzem, hogy többé már nem tartasz karodban, szinte vártam egy percet, hát indulj el kérlek. Így szóltam hozzád, szaporázd a lépeit, a puskám, fogd aztán mennyi már. Még elmondtam volna, de a fegyver újra dörren, hát így érünk véget, és még az sem éltet. Soha nem látják rá, csak mögött élni az éveit. Soha nem látják rá, csak mögött élni az éveit. Soha nem látják rá, csak mögött élni az éveit. Király, király, a béka király, 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 a béka király. Wow, jött a lány és csókokat nyomott rám. Király, hogy hisz a mesékben, még néhány királylány. Király. Király. 16, több valamint 3 spamidőn, az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőn az rím. Mely időn, vitéz mátyás király urunk, mennybe szállas érettebb dapkes iránkozunk, igazság már az időtől nincs. Ha
Soslön csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Halihó, sziasztok! Elméletileg kezdünk, és remélem hangba is itt vagyok, és játékhang is lesz. Hú, itt vagyok, hosszú nap volt eddig nekem. Itt van velünk Varnyú, Geckri, Zoltán Hajdú, Bátori, rég mondtam így a Varnyú, de most direkt. Frogpati, Ármin Virág, Bajtíznek köszönjük az egy hónapot. Úgy, azt hiszem, azt te nyomtad be, ugye? Most valami nem jelzi, hogy ki nyomta be, de gondolom te voltál. Farkas Dani stream, szép napot mindenkinek, hogy telt a napja, majd mindjárt mesélek, srácok, meséltek ti is, hogy telt. Itt van Mici, Ármin Virág, Jack Sparrow, Andrew Studio 2.0, MSF Fehér, Gáspár Istvánnak írja, hogy holnap újítja meg a tagságát, rendben van, előre is köszönöm szépen. Aztán Kiki, Zsolt, Émi és Bea is. Na, én is itt vagyok, most már összeszedtem magam, nemrég értem haza, ügyeket intéztem, vissza kellett mennem még a munkahelyre, aztán papírmunkát végeztem itthon, mert irreálisan nagy lett az áramszámlám, ez nem panaszkodás, de hogy a felnőtt lét egyik szomorú része, hogy az áram, a víz és a fűtés nem ingyen van. Gyerekek, háromszor akkora lett az áramszámlám, a villany és fingom nincs, hogy mitől egyébként, tehát hogy az reális, hogy oké, fűtöttünk veled, de hát most komolyan, most mondok nektek egy összeget, a nagyon okos matekosok ki tudják számolni. Alapvetően, amikor fűtési szezon van, akkor egy ilyen 15 szokott lenni a villany, na most szorozzátok be hárommal, azt hittem, hogy leszédülök a székről. Szorozd be hárommal, rájcsukat kéne itthon tartanom az áramra. Tehát, hogy lett 40 ezer környéki villanyszámlám, a mai napig nem tudom. Elengedem, ma azt csináltam, srácok, egy hét telt el a hónapból, megnéztem, hogy elsője óta máig mennyi lett a villany, és most reális, elárulom nektek nyíltan titok, nyílt titok, hogy egy hét alatt 3000 valamennyi a villanyunk, az beszorzod 4-jel, az 14000, az reális, annyi szokott lenni, mikor azzal fűtök. De hogy a szomba lett 40000, azt ne, jó, kerekítek, mert 37, de nem sokkal jobb, de hogy lett, azt a mai napig nem tudom, és nem értem. Ott tartok, hogy nem, hát kifizetem, nem tudok már csinálni, kifizetem, de hogy lett ennyi, azt hát én nem tudom, de gáz nem használtunk, a gáz, víz az ugyanannyi, mint szokott, de hogy az a 37 ezer, az másra is elmehetett volna, mert hogyha lebontjuk, figyeljetek, elmondom nektek, ha lebontjuk normálisan, srácok, hogy mondjuk 15 az, ami használnám a fűtés, de nem fűtök, akkor levonjuk a 37-ből a 15-öt, az 22, abból alapból mondjuk egy 15 a villany, akkor is ott tartunk, hogy 7-8 ezer, nem tudom, hogy mi. Tehát, hogy nem tudom, hogy mi. Figyelj, fűtöttünk, mostunk, mentek a live-ok, telefont töltünk, megy a hűtő, mikró, és ennyi. A sima fűtés nem is kapcsoltuk be, tehát csak a gázszámlánk az abból áll, amit főzünk, az pici, az 1800 alatt van, az pici. Az nagyon pici. Menj be és inkább kérdezz rá, én is így jártam, és még ők adtak vissza. De itt az a baj, hogy mi diktálósok vagyunk, István, tehát hogy a szám nem hazudik, a villanyóra 700-zal több a fogyasztás, mint amúgy. Tehát, hogy átlagosan 200 valamennyi szokott lenni, így viszont 700. Háromszor annyi, mint amennyi átlagosan. Fingom nincs, hogy csináltuk, na mindegy, csak ki akartam magam panaszkodni ezzel, most én ne foglalkozzatok, csak lelkemet megkönnyítettem, befizetem, hála az égnek be tudom fizetni. Max nem megyek fodrászhoz majd csak februárba, de hogy mindig a jót is, rosszat is elmondom, figyeljetek oda, srácok, reméljük nem kap valaki hasonló nagy számlát, mert mondom, megőrülök. Tehát, hogy konkrétan így jön a szülinapi előtt, ez nagyon jól jött, de hát ez van. Nem gondoltál bele, hogy sokat eszik a gép? De Bea, nem, a gépet már nagyon régóta használjuk, és ennyit nem ehet. Tehát, hogy akkor már az előtte levő hónapokban is ennyinek kellett volna legyen. Tehát a gép az konkrétan tavaly előtt november óta megvan. Nem lehet. Ha van egy rossz háztartási gép, az eheti áramot. Ez a másik tippem, a hűtőszekrény, hogy az nagyon eléggé sűrűn fagyott, majd most figyelem,
hogy lesz. Tehát most tényleg elkezdem hetente leírogatom, ebbe a egy hét alatt, ez reálisan 3000 forint, ez tök jó. Bocsi, hogy ezt így kiadtam magamból, srácok, csak annyira cseszte az agyamat. 1 kW nappali áram 25, éjjeli pedig 60. De olcsó nálatok, nálunk nem egészen így van. Gergő, köszönöm a 27 hónapot. Nálunk azt hiszem, hogy 60, 35 egész valamennyi a nappali, és 60, nem tudom fejből, de le van vezetve szépen táblázatban minden, tehát eddig semmilyen nem volt. Elkezdtél fifázni, azért ennyi a számla. Baszki, baxi, tényleg. Tehát, hogy mindjárt rátérünk a játékra, és tényleg bocsánat, hogy ezzel kezdtem, nem akartam ezt így rátok zúdítani, csak egyszerűen lesokkolódtam tegnap, mikor én kiszoktam számolni, hogy kb. Mennyi a rezsi, és nem akartam elhinni, hogy ennyi. Tehát, hogy figyelj, semmi más. Itthon se voltam, 11 napot dolgoztam a hét, vagy a hónapot. Decemberben többet voltam itthon. A fűtés lehet, mert ment. Valóban volt, hogy egy napig ment a fűtés a légkondiból, de hát ne csesz már, hogy ennyivel megdobná. Óvatosan a sokkolódással, még azt is kiszámítják. Azaz, óvatosan. Úgyhogy egy ilyen sokkért reggel, lehet lopja a szomszéd. Hát, nincs szomszédom. Hogy lehet ilyen cuki az Eevee Pokémon? Hát ő cukibb, mint én. De hogy az a vicc, nincs szomszédom. Szia vicca. Hozzám ne költözzetek, én nem fűtök rendesen. Baxi, most én, mármint hogy délelőtt fűtöttem, de most én is azért, most pulóverben leszek, leszarom, amíg kiderül, hogy mi van. A légkondi is megdobja néha, tehát igen, de mondjuk például decemberben fűtöttünk légkondival, az megdobta mondjuk egy 5-6 ezerrel, de az hogy dobná meg egyik hónapról a másikra 25-tel? Tehát nekem itt a hatalmas árkülönbséggel van bajom. Na mindegy, kezdjük el. Szerintem tökéletesen, szia vicca, tökéletesen megvolt a felvezető hangulat, de nagyon vártam a live-ot, és itt vagyok. És gondolkoztam, nagyon dilemmáztam, azért vonulok vissza. Hangos a játék, sejtettem, mert nekem is. Pedig ugyanilyen hangos volt, mikor itt volt a Baxi, csak úgy halkan mondom ám. Mindenkinek hangos? Semmit nem állítottam rajta. Azt se tudom, hogy lehet állítani rajta, várjál már. Azt írja, hogy Y, de hát pokélabdával vagyok. Hogy oldom meg? Tökéletes. Nyugi! Figyeld! Négyesen így jó? Így jó? Vagy vigyem le háromig? Három vagy négy? Várok. Szerintem, aki bevásárolt Chrome Zenith kártyákból, az most egy ideig nem fűt. Ajaj, olyan drága volt, hallottam. Jó a négy? Oké. Van, aki szerint elég a három is. Azt akartam írni, hogy dehogy is nem, Pati, ugyanolyan pincelakó vagy. Három? Jó, legyen a három, az a biztos. Inkább én legyek hangos, mint a játék. Jó. Na, úgyhogy srácok, így a reggeli izéből visszatérve, amúgy voltam a városba, nem tudom, kinézte régen a Keresztanyú sorozatot, találkoztam az ott játszó színész úrral, random, aki ott a Zarathustrát játszotta, tök menő sétapálcája volt úgy egyébként, találkoztam TikTokerekkel, akiket nem fogok felsorolni, ott voltak a West End-nél, de nem mentem oda megzavarni őket, pedig amúgy erősen gondolkoztam rajta. De, úgy voltam vele, hogy eljövök ide live-olni, tudod, kiszarozik ott. Elégetem a common lapokat, felteszem YouTube-ra, hogy engem is olyan sokan nézzenek. Ó, Baxi, közösen éges, ne éges egyedül. Közösen megyek égetni, legalább egy kis hőt is kapok a tűzzel. Tehát amint dilemmáztam, srácok, mert gondolkoztam nagyon ugye az első Nuzlocke folytatásán, hogy ha be fogunk menni a vízterembe, és a Confuse támadással támadnak, a csalás, az Amy Hammer, a Tüsi meg a Dracula egy lövésből meghal valószínű. Baxi is nagyon pici, úgyhogy szopás. Most legszebb kifejezéssel is. Úgyhogy Dave gondolkozott egy merész cserén, aztán vagy bejön, vagy pedig magamat szop... Nem, nyugi Dave, szépen beszélünk, tehát magamat szivatom meg. Alapvetően... Amy Hammernek a támadásai... nem jók a gymhez. Ezért
Hát én az inkább az Amy-t cserélném, mert félig ő is méreg. Én most azon gondolkozok, Gábor, hogy Tüsi nagyobb szintű, mint az Amy, és Amy-nél ott a bite, mint egy jó támadás, hogyha megnézzük. Menjél eljebb? Menjél vissza, fiam. Na, ez a pokélabda is, hallod? Jó, a Zubat az marad, tehát Dracula az mindenképp szerintem marad. De hogyha megnézzük Tüsit, akkor Tüsinek a movesetjébe azért találunk talán olyat, ami hasznos, tehát a bite, az nem utolsó dolog. Kérdés, hogy Eevee-nek nem tanítod meg azokat a támogatásokat az Idomártól. Az elektromosat megtanítottam egyelőre. Szerintem nem tudom, hogy a többit is most kellene, vagy még az ráér. De amit akartam cserét csinálni, mielőtt tovább megyünk. És egyébként, ha már kipanaszkodtam magam, én köszönöm, hogy meghallgattatok, milyen napotok volt, srácok, illetve, hogyha támogatás érkezik, ti nevezhetitek el fixen a következő Pokémont, aki szupercsetezik, szupermatricázik, tagságot vált, vagy tagságot ajándékoz, nevezhet. Ugye itt a rengeteg gyönyörű csapatú... Ohohohoho! Még egy valami, mielőtt elkezdem. Hoho! Fontos dolog, gyerekek, egyrészt fejeljétek meg a lájkot, szabályolvasás, mert Baxi volt olyan kedves, és összeírta. Tehát, minden egyes ide tévedő Nuzlocke szakértőnek üzenem. A szabályok, amik szerint Dave játssza a Let's Go Eevee Nuzlocke-ját. A játékos csak az első vad Pokémon foghatja el, amellyel egyes területeken találkozik, és semmi mást. Ha az első vad Pokémon elájul vagy elmenekül, nincs második esély. Ha az adott területen az első találkozáskor több Pokémon jelenik meg egyszerre, a játékos szabadon választhat, hogy a két vagy több Poké közül melyiket akarja elkapni, de csak egyiket kaphatja el. Második szabály. Bármelyik elájult Pokémon halottnak minősül, el kell engedni. Hát ez történt sajnos Patival. El kell nevezni minden elkapott Pokémont, hogy jobban kötődjön hozzánk. Hát RIP Pati. Az negyedik szabály. Az NPC-től kapott Pokémont elfogadhat, és területenként, városonként egyszer is használhatom. Ötödik. Más játékostól kapott Pokémon nem engedélyezett. Alkalmazott könnyítések a Let's Go miatt fontos. A Let's Go Eevee limitált XP lehetőségei miatt nem területenként, hanem fűszigetenként, barlangszobánként és vízterület különböző vízi utanként egy Pokémon kaphatunk el. B. Ha a Shiny Pokémont lát, azt elkaphatja szabadon, ha nem az első Pokémon volt a területen, akkor nem használhatja, de boxban tárolhatja. Ha első, akkor használhatjuk is. C. Baxi vagy bármely egyéb vendég becsatlakozhat a második játékosként, hogy segítsen Pokémon fogni vagy harcolni Dave saját csapatát használva. D. Oda-vissza csere Pokémon továbbfejlesztésért engedélyezett. Ezek a szabályok, ami alapján játszom. Köszönöm. És köszönöm Baxinak, hogy ezt így összehozta, hallod, mint egy 10 parancsolat. Van Vulpix, igen, csak kicsi az esély, hogy az jön elsőnek. Lehet NPC-vel, van olyan poki, amit kérnád, igen, úgy játszom, hogy lehet cserélni, és azt is akarom pont behozni, csak nem bírtam odarakni, hogy most még megyünk pár harcot, és ezért behozzuk őt. Bízom benne, hogy talán a Confuse nem hat rá, azt lehet, hogy meg fog dögleni, de Amy Hammer helyére beteszem egyelőre az Alolanrat, tehát akit rántottáért kaptunk. Harry Potteres filmes idézeteket írok, meg fogok örülni, hajrá, hajrá, már várom egyébként a Harry Potteres játékot. Előbb ettem és elfogyott, az nem túl jó, az nem túl jó. Mit ettél amúgy? Na és nektek hogy telt a napotok, srácok, mert én szétpofáztam magam, de most beszéljetek kicsit ti is, és megyünk tovább a harcokkal. Wingardium Leviosa! Csak mert múltkor is többen írták, hogy nem szabad heal cuccokat, meg nem szabad ugyanolyan pokékat fogni, de ezek nem alapszabályai Nuzlocke-nak, csak egyéni. Így van, én fogok healelni, mert anélkül meg is döglök. És ez még nem a Super Nuzlocke mód, csak a sima. Hát az bizonyos streamerek kapták meg, István. A Deluxe-osok elvileg ma kapták meg, ha jól tudom. És a nem, itt már fogtunk pokét fenn. És a nem Deluxe-osok meg majd 10-én, ha jól tudom. Mi 10-én fogjuk játszani. Spoiler! Nem szoktam elmondani előre, hogy mi van a live menetrendben, mert a tagok már tegnap óta láthatják, de ezt most elmondom, hogy 10-én belecsapunk a Hogwarts Legacy-ba. Tudom, hogy nem szupercsatem meg ilyenek, de lehet, ha már Eevee nem lehettem, lennék Vulpix. Ezt így nem tudom sajnos megengedélyezni.
mert az sem biztos, hogy fogunk Vulpixot, és hogyha elkapjuk, akkor ha gyorsan beírod, egyrészt lehet, vagy ha valaki bedob egy szupercsetet, és fixen azt mondja, hogy te legyél, de nincs garancia, hogy lesz Vulpixunk, úgyhogy még erről felesleges szerintem agyalni. Streamerek és újságírók kaptak egy plusz egy napot. Á, értem Zsolt, köszönöm. Hát nem tudom, hogy ott valószínű, hogy madarak lesznek, a madár ellen nem jó, hogy a csalás van elől. Baxi még pici, úgyhogy Évit fogjuk betenni előre. És akkor induljon is el a mai Nuzlocke, eddig pedig a felvezetés történt konkrétan. Jó szórakozást kívánok mindenkinek. Remélem nem egy korai game overrel fogjuk zárni a mai napot. Pidgeotto! Gyerekjáték. Mondja Dave, majd utána a Ripi Évi, de reméljük, hogy nem. Buzzy Buzz. Ennyi. Normál csata azaz. Nagyon jó. Évi 18-as. Tüsi 17-es. Rövid volt. Hát az igen. Dracula 14-es. Itt az a baj, hogy Dracula halott. Nem mondhatom majd, hogy Dracula halott, de élvezi, mert akkor viszont látásra. Végül is akkor Baxi, arra jutottunk, hogy a Tüsit bármikor továbbfejlesztem Nidoqueen-né, és ne várjak vele, mert elkezded olvasni a támadásokat, majd nem csináltunk semmit. Én azt mondom, hogy a kisgyereknek nem tudom, hogy milyei lesznek, de bízok abban, hogy Tüsi elintézi. Szerintem normál type-ja lesz. Mai napom jól indult magyar óráig, mert ott pattársam kiosztott és elcseszte a napom. Szard le azt, aki ilyen, Pati, tényleg. Nem szabad, hogy bárki miatt rossz legyen a napod. Én dolgozok rajta, hogy jó legyen a napod. Diglett! Azt a ezt elrontottam. Hát, valószínű, hogyha tud Earthquake-et, akkor széjjel csap. Úgyhogy ez nem volt egy jó ötlet, de nagy eséllyel Draculát nem csapja le egy Earthquake-kel. Legalábbis bízom benne, hogy a repülő pokémonokra nem hatnak a föltámadások itt se. Megmorog minket a Weasley. Egy morgós füstli. Én meg azt mondom, hogy elszívjuk. Absorb. Szíjjad a Weasley-t, fiam. Nagyon szép. Még egyszer. Az a legjobb a Let's Go Eevee-be, hogy Eevee meg tud tanulni különböző erős támadásokat, ami Idomártól el tud tanulni. Igen, ez azért egy nagy segítség valóban, Dani. És azt hiszem, hogy ezzel meg is vagyunk. Még egy Swiftet neki. Hát ez a Diglett csak morgott ránk. Lehet azért, mert ezen kívül föltámadása volt. Nem baj, nekünk ez is jó. Hagy fejlődjön Dracula. Gyönyörű. Semmit nem ér ez az 52 XP, de csalásnak pont jó, mert 15. Már nem úgy, hogy csalsz a 15 XP-vel, hanem csalásnak hívják a Bellsprout-ot. Jó. Amúgy rájöttem, hogy Victory Bell is az egyik kedvenc pokém, úgyhogy... Gyere, fiam! Adjál nekem XP-t meg donétet. Elveszem a pénzedet. Youngster Dan. Ekins! Na, méregfájt. Én szándékosan nem használtam, csak elkapott pokémonokat, valamiért így jobban esett játszani. Ja, te is toltál így be a ilyen módot, vagy hogy érted? Na nézzük meg, szétharapjuk a kígyót. Mewt én is nagyon szerettem, csak gondolom elírtad. Ja, Norbi vagy, jó. Semmi baj. És Ratata. Hát van rúgásom, azt hiszem. Alapstatjai jobbak lesznek, tudom, mindjárt átfejlesszük. Csak még lerúgjuk a Ratatát. Gyönyörű. Ratatatatatatata. Baxi 12-es, oda néz, megtanulja a Double Team-et, ezt köszönöm, nem kérem. Nagyon jó. Adjad a sok labdát, úgyse használom. Na, akkor fejleszünk egyet. Beg. Oda. Moonstone.
Tüsi. Na gyere! Közben kávézok egyet a Pikachu-s bögréből szokásosan. Ott a Nidoqueen! Nice. És tanul is! Body Slam! Nagyon jó. Right to use Body Slam! Ez örök kedvenc. Múltkor visszanéztem a kantós gymeket. Érdekes, hogy nem tanulta meg a Confusion 10-esen. Mármint ki? Nidorennek nincsen Confuse-ja. Hoppá, hogy valószínűleg sziklás úriember jön, akkor csalást is erősítsük, bár lehet macsopja is. Ja, Butterfree, nekem is fura, azt én is hiányoltam. Beállnak két személyisége lett. Na, Hiker Noob. Geodude. Geodude-októl mentes live-ot kívánok magamnak a múltkori után. Nem baj, a kis Bellsprout-tal legyökerezzük. 14-es az még talán jó is lesz XP-be. Bum! Kell is fejlődni, mert azt hiszem Mistynek 20 körüli pokéjai lesznek, úgyhogy messze alul vagyunk szintezve, Baxi. Machop! Hát figyelj, harcos ellen azt mondom, hogy jöjjön Dracula. Hiányolom a troll Clefairyt, lesz még barlang. De az nagyon nagy volt. Pokémonban van amúgy nehézségi szintállás? Ezt hogy érted? Ki tudod fejteni, hogy értsem mi a kérdés maga? Húha, el ne felejtsem majd visszahílelni a Draculát. Wingetek, oké. Okay. Jó, a harcos ütés nem ér sokat a repülő ellen. Köszönjük. Az airport szolgáltatás ellen nem ér sokat, ha megrúgod. Próbálj meg egy vizergépet lerúgni. Fájni fog. Nagyon jó. Ja, könnyű normál, mint a FIFA-ba. Ezt nem tudom, őszintén. Visszatoljuk Draculát, az a biztos. Mi a mai cél? Hát azért annál szeretnék kicsit tovább jutni a második gymnél, mondjuk a harmadik gymig. Nem azt mondom, hogy a harmadik gymet is lenyomni, de hogy addig lemenni, elfogni a fűbe az új pokékat. Szerintem időbe bele fog férni bőven több, mint a második gym. Legalábbis remélem. Tény, hogy lassabban haladok a Nuzlocke-kal, mert azért több mindent át kell gondolni, mielőtt belerohanok dolgokba. Ez most nekünk pont jó, bár a Goldin tud pekkezni, bakker! Jó! Most mondhatnám, hogy pekken van, de az neki van. Ezért is... De miért gyorsabb a Goldin? Ja, Quicketek! Jó, azért. Nuzlocke kitalálva, hogy legyen valami kihívás. Igaz, igaz. Jó, ez szép volt, ez kellett. A lány arcán az a riadalom. Viszont ezzel elértük azt, hogy megint hílelnem kell. Jaj. Aha. Hát betettük azt az alulratatát, de eddig semmi fejlődés nem mutatott. Én azt mondom, hogy próbáljuk meg hasznosítani. Meglátjuk, hogy mire megyünk vele. Gyere, úriember barátom! Mutasd, hogy mit húzol, milyen lapot. De hogyha harcos pokéd van, akkor gyors csere lesz. Dustin! Skirtle! Hát ez meglepett. Háá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 
Ez így jó volt. Még egy ilyet. Hála az égnek, gyorsabbak vagyunk a teknős békánál. Easy. Level 20-ason fejlődik, igen, szerintem nagyon jó pofa, amikor teljesen randomra van beállítva, hogy épp milyen Pokémon a kezdő, bármi jöhet, bárhol vadon, gym leaderek és random pokéik vannak. De azt hol tudsz beállítani, vagy ezt mire érted, Emese? Legyőzzük! Mármint, hogy nyilván ez a cél. Hát ennyi! Beharaptuk a teknős békát. Azzal lendülettel level up. Nagyon szép. Az is lehet, hogy ez valami hackelt programos cucc volt, nem? Maximum, mint hogy én úgy tudom, csak azok a Thunder Wave. Az amúgy nem rossz, a Pikachunk azt tudja, azt. Nem. Hát nem tudom, mennyire érdemes Pikachunak betenni, meg milyen PD helyett. Érdemes. Megszavazom. Várjál. Mehet. Úgy. Nagyon jó. És a headbuttot, azt mondjuk még megtanítjuk pár pokénak. A focus energy helyett. Emlékszem, mikor itt volt, Baxi javasolta, hogy a headbuttot tanítgassuk, mert azért az erős. Meg tudja a Zubat tanulni a headbuttot? A Swift helyett oké, de hogy ez őszintén amúgy meglep. Én nem nuzlockozok, annyira nem vagyok jó Pokémon gémesben, főleg semmilyen gym sem szokott nekem el sem sikerülni. Végül is van feje, ez jogos. Ott a pont. Ott a pont. Na most az a kérdés, hogy a double kick az kell-e Raichunak, ha lesz egyszer Raichunk, vagy szükségesebb a headbutt? Mert alapvetően a quick attack az kellhet, mert az életet menthet. A Thunder Wave-vel akarom szivatni, hogy ne találjon el, hogy paralízisbe legyen. A Thunder Shock, mint elektromos támadás muszáj. Double kick vagy headbutt? Ma nem kell headbutt, eldöntöttem. Gen 3 óta tudja, értem. Akinek jó a speedje, rendben, rendben, köszönöm a tippet. Hát a labdát akartam felvenni, azt a lányok már ránk jönnek. Nézd oda. Nem figyeltem. Hayley. Azaz, bölcsőd, az majdan sírod is. Reméljük, hogy sírni fog. Headbutt. Hohoho! Kritikál headbutt. Gyönyörű. Viszont látásra. Nagyon szép, csak kár, hogy az alulánt nem tudjuk elnevezni. Meg egy Pidgey. Fejleszteni kéne a Pikát. Csak nem szedi le egyből. Baxi, ne hallj meg, kérlek! Micsoda fejes, azaz, FIFA-ban nem fejelünk ilyeneket. Thunder Shock. Nagyon szép. Ó, jó, alábecsültelek, Baxi, ne haragudj. Easy. Nagyon jó.
Az a baj, most már nem sok ellenfél van, ahol tudok szintelni. Köszönöm az időrt. Horgász, doktor Horgász úr. Mondjuk mitől lenne doktor? Baxi, hát ha csak Magikarpja van. Gyere. Szintezzünk fel. Bill, a pecás. Blinky Bill. Na. Az jó van, Magikarp, király. Ez egy ajándékkör, mint a Metapod kakúna. Nagyon jó. Új, de megsplash-el. Vigyázat, mert megsplash-el. Gyors támadás. Az nem vitte le! Jó, ezt jó tudni, hogy amúgy ez nem sebez olyan hú, de nagyot még. Szép. Nagyon jó. Krabby! Hát én azt mondom, hogy azért arra inkább a Krabby ellen a csalás dobom be, mert ő mégiscsak már 15-ös. Nem csalás, nem ámítás, hogy a csalás az jobb lesz. Na! Vine Whip. Boom! Hát, buborék fújózott a kis rák, semmi baj. Krabby volt a régi kedvenc vizim. Nekem Krabby és Kingler és Shellder, de inkább Cloyster. Őket kedveltem. De Krabby szerethető Pokémon. Jól átsütve. Nem. Nagyon szép. Ott lesz egy erős harca zöld leányzóval. Lúr! Ezt majd elhasználjuk az egyik új területen. Mentek egyet, mert ezt a sok harcot nem szeretném még egyszer. Köszönöm. Kell valakit nagyon hílelnem a harc előtt? Hát... legyen maximum, most nem azon fog múlni. És én azt mondom, mivel ő egy erősebb típusú tréner, ne ő legyen elől. Nézzük meg, mit kezdünk Tüsivel. Na gyere, nem tudom, hogy neked mit van, ő szokott lenni az ilyen extra, hogy nem tudod, hogy milyen van. Gyere, Amala ellen! Machop! Határeset. Ott a kis tüsi. Body Slam! 16-os. Jó. Seismiktosz. Na, ez ne legyen kritikál, mert akkor bajok lesznek. Testlökés, azaz. Igen, nehogy félre menjen, mert akkor baj van. Az a baj, nagyon-nagyon sebez, hogyha most behozok mást, azt lehet, hogy leüti ezzel. Hílelek. Mennyit szed le? 20 fölöttöt, nem? Majd csak elfogy neki. Ez így jó volt. Mindent vagy semmit. Még egy testlökést. Jó, azért kicsit benne volt, dobogott a szívem. Nem akarom a tüsit elveszteni. Kis macsop összenyomódik. Igen. Jó. Megtanultuk a Seismiktoszt. Nagyon jó, nincs harcos pokénk. Mondjuk Pikachu azt hiszem meg tudja tanulni. Na, jöjjünk be ide. Itt kell segíteni ugye a beszorult úriembernek. Eevee már is
zajt kapott, vagy mit mondanak arra, hogy mit fogott, nem fülest. Ott a Nidorino! Két lábon álló beszélő Nidorino. Nyilván. Be kell kapcsolni neki a PC-t. Iratkozzál fel, fejeld meg a lájkot, kedves Nidorino, és támogatni a szokott módon tudsz. Szagot fogott, azaz, köszönöm, ez nem jutott eszembe. Újságpapírra nem pisilsz, bemész oda és átjössz. És most elraboltam, elveszem a gépét. Lehet ezért sok az áramszámlánk, nézd meg, így pazarolja az áram. A gyerek össze volt olvadva a Nidorinóval, csak úgy mondom. Mi lett volna, ha csak ott hagytad volna? Hát ez az, büdös, fúvós hangszer, pedig szagos. Fagott. Jaj, ez fájt. Megkaptuk az SS-tiketszet, az még jó lehet, a hajón is van lehetőség meghalni. Innen nem, egy kávét elviszek, vagy elkapod Pokémonként és használod. Azaz, szia Galaxy, az kellett volna egyébként elkapni a Nidorino. Lett volna egy beszélő Nidorino. Hát, nem mondom, hogy hú de fölfejlődtünk. Hazudnék. De még lemegyünk. Így kerülsz ki mindent. A BKV ellenőröket is így kerülött ki. Psyduck, te se vagy az enyém. Igen, igen. Nekem volt régen egy olyan EV-m, ami ezt a hangot adta ki, bele volt táplálva. Gyerekként kaptam apukámtól. Rendőrnéni, tudom, le kell győzni a gymet. Szállj el, kismadár, ne, és tényleg az lett. Na hát akkor híleljünk és essünk túl a gymen. Ha vagy túlesünk rajta, vagy game overrel folytatjuk a Diamond Dentworth, de remélem, hogy nem. Hát... meg tudom csinálni! Berakom a csalás, és bízom benne, hogy az első nem egy Shellder lesz. Most kell a Mongoofta Power, azaz. Fürdőruhás leányokat le kell győzni. Mi a feltétel, várjál? 15-ös poké? Vagy annál nagyobb? Kicentiztük, gyerekek, de azért van kettő végül is. Köszönöm. Majd ahol lesz ilyen, hogy level 50 és nem vagyunk ott, akkor legalább majd tudunk fejlődni, mert muszáj. Na gyere! Tudtok így ugrani? Ki az, aki tud úszni? Ki az, aki szokott? Én amúgy szeretek. Beauty Lily. Goldin. A Goldinnal is óvatosan, mert itt bepekkel. Hát ha egy pekkel leüti, akkor agy... ezt kapok. Így. Nem jó. Vagy gyorsabb, de mi a garancia, hogy megint gyorsabb leszek? Semmi. Tüsi, gyere. Megyünk biztonsági tankjátékot. Látod, kvíketekkel lehet, hogy lenyomta volna. Megérzés. De jó, hogy cseréltem. Hát nem bekkel, de az se lett volna jó. Tüsi 18-as. Csalás 16-os. Sleep Power. Az amúgy... wrap helyére mehet.
Jó. Ki gondolta, hogy egyből potizhatunk? Gyerekek, a very hard mód, ahol nincs potizás, az ultra kegyetlen lenne. De én úgy emlékszek, hogy lesz egy horse is, úgyhogy csalást azt kicseréljük. Egy horse isra, meg egy shelderesre emlékszek. Gyere, Dracula? Aztán lehet, hogy tévedek. Ne javítsatok ki, szeretek tévedni, meg meglepődni. Igazából nagyon rég volt a végigjátszás ebből. Aha, Sheldonre emlékeztem, bár mondjuk Zubatra kérdés, hogy a jégtámadás mennyire fog fájni Draculának. Legyen egy abszorb. A Water Gun azért leszív. Nem baj, visszatöltjük magunkat. Gyönyörű. Azt a rohadt bekritikálózott! Ne hallj meg, kérlek! Ez az. Aki mer, az nyer. És pont nem lépett szintet, bakker. Régen azt hittem, hogy Gasly Sheldonnek a továbbfejlődése. Végül is mondogatták egy időben, hogy a Cloisterbe egy Gasly lakik. Aztán, hogy ebből mi igaz? Nyilván nem igaz. Hú. Ha a Horsey a következő, akkor végül is maradhat Dracula, és akkor még level up-ozok vele egyet. Mert az Absorb az végül is megfelelően jó. Aztán jön a gond. A Misty. Ott kezdődnek majd a bajok. Steel! Micsoda? Új, én a Horsey-ra emlékeztem. Hát ezt benéztem. Steel is cuki. Aqua Jet. Ez már nem jó. Nem kockáztatunk. Gyere vissza, Zubat. Draculát visszahívjuk. Nem merek kockáztatni. Évi, gyere. Vajon ha egy Cloister hátrahagyja a kagyló edgesztű lesz belőle? Ez egy jó kérdés. Jó, ő bírja a bundája a vizet. Bazi baz. Oké. Okay. Paralízisbe esett. Ez már nem jó, de a másik Nintendo játék már jó. Ne! És akkor most a gyors támadás. Tökéletes! Level up. Így évi 19-es. Dracula 15-ös. Baxi 13-as, az egy picit fejlődő képességet mutattunk itt még. És csak azért megyek ki, hogy a támadások is biztos visszatöltsenek. És igazából most jön az ami a nagyobb izgalmat fogja okozni szerintem. Bár ezt jó volt kisakkozgatni a fejlődés szempontjából. Volt, aki azt tippelte, hogy biztos, hogy minden gymnél bukunk pokét, hát remélem nem lesz igaza. De az a baj, hogy látok rá rációt. Szia Vanda, még nem sok mindenről maradtál le igazából, nem is tudom hány órája, mióta megy a live, srácok. Na várjál, ne a Zubat legyen elől. Mindent vagy semmit. Gyere, Ratata. Most jön a nagy csata, igen.
Meg is ittam a kávém, készen állok. Nem, csak Nintendo Switch-en van, de ezt a játékot. Psyduck! Bite! Ez az! Toljad, Ratata! Elbukjam? Nem! De, nem! Nem akarom elveszíteni a Ratatát, nem! De ha lecsapja a Bellsprout-omat! Most vízzel fog támadni, ha gyorsabb nála a csalás, akkor nincs gond. Oké, kapunk egy Voltergant az arcunkba. De ez is fáj, kritikál! Legyél gyorsabb, könyörgök, legyél gyorsabb! Ne már! Az! Ez az! De baj van! A Jolly Joker kártyánk 3 HP-val élte túl. Jó, Ratata 14, nem akarom elveszíteni, nyugi. Ezt kicentíztuk, kicentízte a csalás. Hát nem hagyom len. Be kéne... De ez fájni fog, Baxi, meg fogsz engem ölni. Ne haragudj, Baxi. Baxi, gyere! Thunder Wave, egyértelműen. Muszáj a Thunder Wave. Baxi! Mehet a rip! Hát nem lett Thunder Wave! És innentől szar van a palacsintába. Muszáj bedobnom a tüsit, gyerekek, mert vissza kell healelnem a többit. Szia, édes kert! Oké, ez még elfogadhat. Basszus, bebörnözött, ne már! Megvan a paralízis, innentől jön a sakjátszma. Hogy ezt hogy élem túl? Ne essél ki, kérlek. Hát sajnos Baxit el kellett vesztenünk, de megvan. Baxi, sajnos el kell engedjünk. Mert a farokpacsi és jöhet a GG. Jó, hát attól jó, azért felét leszedte, meg azért őszintén féltettem az Alolan Ratatámat, meg azért a csalás épp hogy 3 HP-val túlélte, tehát ha megnézzük. Így sikerült túlélnem. Azért ez gyönyörű volt, hogy megmaradt. Ez mindent vitt. De Baxi, hősi halált haltál. Azért fáj egy picit, mert akartam egy Raichu-t. Na jó, majd lesz még Pikachu, remélem. Tudom, fel kell healelnem, viszont hogy el tudjam engedni, mert előzőleg Patit se engedte elengedni. Úgyhogy mindjárt megy is eladás, el a Baxi.
Így van, lehet, hogy minden gymnél beáldozunk egy-egy embert, és akkor így megvan a tematika. Na várjál. Party. Nézzük meg, hogy várjál, a következő gym viszont ugye Surge és a Raichuja lesz, meg az elektromos genyók. Na akkor valószínű, hogy szükség lehetne egy Geodude-ra, de lehet, hogy kapunk egy jobb Geodude-ot. Én nem tudom, a Wanda mit szenved közben, hogy folyamatosan tiltást kap. Vagy végül is a parasztot is, hogyha sikerülne felhúzni. Parasztként a fűterem ellen se lenne rossz. Vagy Geodude-ot fogom debo, vagy pedig még az is lehet, hogy fogunk egy Digletet. Tehát, hogy ideiglenesen beteszem a parasztot, és ő csak fejlődni fog. És akkor elengedjük sajnos Baxit. Igen, majd lehet nevezgetni ugyanúgy, mese. Jó nevek lettek. Várjál. Ez a Pidgey nincs elnevezvedik. Miért nincs? Ja, mert arra nem adtatok neki nevet se. Hol a Baxi? Gyere. Ez fájdalmas. Szentu professzor. Viszlát, Baxi. Itt az emese kukac is. Annak legyen névtelen. Tényleg már úgy meg mindet el kell nevezni, már lehet egyszer muszáj leszünk őt betenni. Azért mondom. Őt a legvégén fogtuk, és akkor már zártuk a Nuzlocke-ot. Névtelen lesz. Mit tudunk nála tanulni? Mert ez az elektromos amúgy hasznos volt, de... Van egy vízitámadás, és a slizi az milyen típusú? Tűz! Jó. Bite helyett. Ezeket betanítgatom neki, mert hasznos lehet egyébként. És az a kérdés, hogy a vízi támadást a double kick vagy a quicketek helyett érné meg jobban. Hát nyilván a double kick. Ezt gyorsan eldöntöttem. Így van, soha nem kerül sor és sose hal meg, hát reméljük. Ah, mindegy, most már Baxi. Elengedtem a dupla rúgását. Itt nem tudom, hogy kell-e a házakba beszélni. Hát meglátjuk majd. Ott a Clefairyd. Eevee már nem tud. Már nem tudja berúgni az ajtót. Nagyon jó. Ott a biciklis. Oké. Itt egy Chaisi. A városon belül nem kaptunk... Várjál, Baxi, ilyenkor most mi van? A városon belül kaptuk az Alolan Rattata trade-del, akkor ez érvényes a Bulbasaur, mint városon belüli kapás, vagy nem? Baxi, ebben nem vagyok biztos, úgyhogy megvárom, hogy hogy döntesz. Mivel ide be se jöttünk a házba. Charmandert fönn nem kaphattam el, mert jött egy Pidgey. Ebbe a városba kaptuk az Alolan Rattatát, srácok? Nekem úgy rémlik amúgy, hogy itt cseréltük, ugye?
Nekem az rémlik, hogy itt cseréltük a ratatát. Szerintem a központba. Hát akkor ez egy rip. Hát ribbálba pedig... Nem, az alulállatot a hasznosabb. Tehát azért van fűtípusú pokénk. Várjál, most rakétacsapatos dolog fog jönni. Tegyük be a tűsit előre. De akkor azt ripsz körtül, mert azt se kaphatom el. Vagy az átmegy más területre? Majd mindjárt kiderül. Ugye a vízi pokémon nem ártana, bár most van víztámadásunk, úgyhogy... Nem emlékszek, hogy ez a zene ment, de szerintem... De hát nem ez a zene ment, meg központba cseréltük el. Aha, itt észreveszi, hogy valami lábnyomokat lát. Feltúrták az egész házat, és kiukasztották a falat pont egy ajtó méretbe. Ezt valaki indokolja meg. Szavazzunk? Mi szavazzatok, hogy a Bulbasaurt megkaphatjuk-e? Jó, szavazzatok, srácok, mert tényleg az van, hogy egy trade-be kaptuk a Bulbasaurt. És ugye az benn volt a házba. Vagyis központba. Döntsetek, itt vagytok 18-an. És én azért is szavazok egy nemet. Nehezítem magamat. Szia Viki, hogy vagy, hogy vagytok, mi újság? Legyen szavazás, de akkor lehet, ha a neve szavazzok. Jó, a neve a szavazzok lesz, hogyha úgy van. Bár mondjuk kérdés, hogy mennyire használjuk őt. Van még, aki szeretne szavazni? Eddig 11 szavazat van, abból én voltam egy nem. Melyikbe volt ebbe? Nem. Miért nem Clefairyt kapunk? Jó, mondjuk a Bulbasaur is csak egy tartalékpoké lesz egyelőre. Mert Victreebelt szeretnék vinni. Akkor lezárjuk. Na, végül is megszavaztátok 72%-ba, hogy kapjuk meg. És akkor szavazzok lesz a neve. De ne arra, hanem a nőre nyomjál már! Igen. Na, örülök, hogy jól van a minimongufta is. Meg vagyunk szerencsére, 2 hét betegség után sikerült valamennyire helyre jönni, de visszaálltam dolgozni. Hát az már egy jó hír, hogy annyira jól vagytok. Na, nézzük meg a Bulbát. Ott van. Na, mondom, ott van. Végül is 12-es, a parasz helyére lehet, hogy jobb lesz. Még hozzá, akkor szavazzok. Na. Szavaz, 2 évvel volt, ugye? Igen. Amúgy ennek a városnak a zenéjét én szeretem, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Na, paraszt, milyen sokáig voltál a csapatba? Viszont látásra. De benn volt pár méterig. Más eddig sincsen velem. Ezért nem mindegy. Na, akkor mehetünk tovább. Hello Anna, éppen legyőztük a második gymet, sajnos ott is elvesztettünk egy pokét, Baxit kellett elengedni, mert sajnos lecsapták egyből.
nagyon erős volt amúgy a sztár, mi azt tegyük hozzá. És most kaptunk egy Bulbasaurt. Bocsáss meg, hogy nem írtam vissza arra, hogy nekem milyen napon volt. Live elején elmondtam, hogy nekem nagyon vegyes. Új frizura? Sapka és elfekvés. De... végül is... Retikét! Tehát inkább azt mondom, hogy sapka. Elnyomja a sapka a hidegbe. Olyan hideg van! Double kick, rugdossad meg, Tisi. Azaz. Nagyon jó. És most egy testlökést. Émi, te leszel a következő? Émi, benn sincs a csapatba, Pati. Nehezen lenne ő. Most már amúgy jó, de jó volt amúgy alapvetően, csak sok minden volt. Dig. A dig az jó. Majd amikor odaérünk. Ó, dehogy is. Már én már Dave-nek van valami a fejébe. Agy. Meg levegő. Hol a dig? Oda néz. Tüsi. Úgy. Kis ásatásunk lesz. Nagyon jó. És a diget én még megtanítom a ratatának is. Erősítsük csak a csapatot. Nagyon jó. Várjál, Skeldet meg tudja valami? Nem. Hát ez egy felesleges item jelenleg. És akkor itt fűcsomonként új poké jön, ha jól emlékszem majd. És amit meglátok, ugye abból választhatunk. Na várjál, nyomjunk be egy lure-t. Tudjátok, fűcsomonként, azt beszéltük. Ha jól emlékszek, itt lesz fű. Vagy feleslegesen lőttem el. Méghozzá itt. Hát nem igaz, hogy csak egy ratata jött! Láttam, hogy jött utána a Pidgey. De első poki a fűbe. Kezdődik, apa kezdődik. Adjunk nevet ennek a 17-es ratatának. Mondjuk legalább XP-be jó adja. Várjál. Jöhet a név. Ez mondjuk már legalább erős. Makesz. Rendben van. Látom, már te is várod a Harry Potter végigjátszást. Ezt kérdezik, amikor megcsináltad el a házit, hogy ma kesz, kész a házid? Na nézzük a következő bokrot. Könyörgöm, ott ne csak ratata legyen. Ott a Jiggly! Pidgey és Jiggly volt, és a Jigglyt választom. Amúgy kettő Jiggly is volt. Megetetjük. Egy éjjányom. Hát ezt benézted, Émi, de elvileg azt hiszem az abra is itt lehet. Regina. Nem sikerült Émi átka. Hát nem. Hála az égnek. Na, a szuperfenget megtanulta a ratata. Ez nem rossz. Amúgy a Wigglytuff se lenne rossz végigjátszás szempontból. Csalás, mérgezés tanul, azt nem annyira kell.
Jó, lehet, Regina, amúgy megérkeztem, rendben van. Már voltál? Na. Csak az a baj, nem tudom, mi helyére tenném be egyelőre a Reginát, úgyhogy ő még most maradt pihenőn. Mit tud egyébként? Double slap. Nem, még nem. Még nem jött el a te időd. Bár mondjuk igen, kettő fűtípusú pokéra van-e igény? Én is ezen gondolkoztam, hogyha be is kerülne. Szerintem Regina is képes lesz felvenni a harcot a Raichuékkal. Legyen nagyobb a szintje. Meggyőztél, Emese, látod, és lesz itt még egy fű, figyeld. Hát itt csak egy Jiggly van, úgyhogy még egy Jigglyt begyűjtünk. Ő lesz Regina Iker testvére. Legalábbis XP farmolás ügyileg jó lesz. Maradjál benne a lasztiba? Haló. Ez az. Ő lesz a Regine. Rendben van, Baxi. Regina és Regine. Tökéletes. Ó, a catch combo van! Lehet a következőben shiny? El ne hit. Na. Ők az új Regi testvérek. Na, itt még van valami a fűbe. Nyuszi. Három grade-ból, köszönjük. Nem, itt nincs több fű. Ott jött egy nagy pici. De az örülök, hogy nem azt kaptuk el. Na, mi van itt a házba? Ja, itt nem hagyunk semmit, igen. Mentünk egyet, hogy meglettek a Regináék. Még egy időr. Az ott le van zárva, azt tudom. Ó, ki van ott? Azt hiszem, harc jön. Copyright 2.0 ott vár minket fejvakarva. Hát gyere! Majd meg fogom osztani, Anna, láttam, csak még nem volt időm reagálni. Képzeld, Baxima H&M-be találtam Pikachu ruháját, ilyen overall szerint 9-10 éveseknek. Biztos nem lenne neked jó. Az amúgy kár, hogy nem felnőtt méret, még én is felvenném, és itt úgy live-olnék veletek. De most mit csinált velünk? De adott valami lámpát. A revive-ot adott a copyright. Jó. Még két revive. Hát az nagyon... De az revive-ot azt csak eladni tudom, hát nincs is revive-ozás, more. Megmutattuk neki, hogy megyünk a helyizére. Hajóra. Miért vagyok ilyen nagy? Hát ez az. Én is miért vagyok ilyen nagy? De akkor menjünk be. Csókolom, ő is elég nagy. Hát nem sok minden történt nála. Ó. Reppel! Csak középütmennyi, nem szabad rálépni a pirosra meg a kékre. Na jó. Lúr, helyes. Lassan jobb ruhák vannak gyerekosztályon. Tényleg jók vannak amúgy, viccet félretéve. Ja, itt nem volt harc. Azt hittem, itt lesz lent, de tévedtem. Új fű! Hol a lúr? Figyeld.
Ráadásul sok fű. PG. Jaj, új fű. Jaj, jó van, na hát, na. Sok fű. Na nevezzük el ezt a csúnya pidzsit. Legyen az a neve, hogy sok fű. Hoppá, évi 20-as lett. De érted, hogy hogy értettem, na. Jó, sok fű. Nem, marihónaja most nem lesz, marad a sok fű. Sok fű a semmiért. Legalább eszünkbe fog jutni, hogy miért neveztük el így. Hol a ű? Ott van. Ja, ezt nem mentik. Te gondolod? Andrew. Sok fű. Következő fű, csomó. Ott is egy Pidgey! De várj, nem... És betrollkodott egy Pidgey Otto, nem már! Elkaptuk a sok fűt, és kijött egy Pidgey Otto, és közben ez meg rám támad, hogy ne tudjak füvezni. Tentacool! Az a még több fű... Puszos Dave néni, de rég láttam ezt a fiókot, szia! Gyere! Body slam! Ó, komolyan, acid! Megáll az acid, ha acid. Viszont látásra. Közben osszátok Instán, hogy megy a live. Lenyomtuk Eliát, ha már ránk támadt. Az a Pidgey Otto betrollkodott, itt meg csak ez a Pidgey jött, úgyhogy bármennyire fájó pont, a sok Pidgey Otto közt megint a Pidgeyt kell elkapnunk, mint fűterület. Fűterület. Füves Pidgey. Dave és a füves madarai, kérek egy ilyen fanartot majd. Milyen jó volt ez a szabálybox, hogy ami már van, azt is kapjam el. Gyűjtöm itt a Pidgeyket. Catch combo. Oké, most biztos nem nézem meg. Következő Pidgeynek is jöhet a név. Szárnyas lánynak ígértem madarat, ja. Hát lett. Jöhet a név. Bármennyire is unalmas a Pidgeyket elnevezgetnünk. Lehet egyszer ő váltja meg a világot, majd be kell tenni. Kod-koda, rendben. Lassú voltál, Zsolt? De még lehet Pidgey. Az még lehet név. OBS-sel szoktam. Na tehát ez a két fűterület megvolt, ott a harmadik fűterület a gyerekek mögött. Ez egyben van ott is, hiába ott a Pidgey Otto. Ezen a fűterületen kérek szépen egy Pokémont. Mondom, szeretnék egy Pokémont, vagy ezen a fűterületen. Bár ez a két fűterület, Baxi, miért nincs Pokémon? Ott van! Egyik fűterületre megjött. Na, egy Psyduck besétált. Az nem is rossz. Már elfogyott a parfüm, és amúgy is be vagyok fújva vele. Na, jó kis szihókacsa. Ez az. Ő még amúgy lehet, hogy későbbiekben hasznos lesz. Jöhet a név.
hogy hívjuk. Kacsamese. De te már neveztél el, úgyhogy akkor most az SSO Channel viszi a Woodinggal. Néha muszáj sorrendet is néznem. Illetve valaki pedig mondtam, hogyha a támogatást hajt végre, de hülyé hangzik, akkor fixen ővét veszük előre. Úgyhogy ez most SSO Channel-é, de amúgy jó nevek voltak. Kudik! És üdvözletem Dark Devil, csak figyelj, hogy ne írj csupa nagy betűvel. Nálad megvannak, vannak ennyi madarat kapsz. Én látod, csak madarakat kapok. Még ebbe a fűbe jöhet vala... Most járt le a lúr. Még ebbe a fűbe szükségem van egy Pokémonra. De nem úgy, hogy átszökik a ratata. Halló! Hát csalik! Ott a Vulpix, csesz meg! Kellett nekem a Psyduck! Ott a RIP Vulpix, nézz oda! Itt akarok egy Vulpixot, kérem szépen, ide jöjjön a Vulpix. Vulpix, itt, jó, jó, felmegyek, hát ha addig jön oda valami. Addig ezt felveszem. Mondtam, hogy lesz troll Vulpix, és lett is, na? Hát de ide meg nem terem semmit, fű se terem. Megyek egy kört addig. Ja, ezt még úgyis le kell harcoljam. Itt nehezebb a fűcsomókban levő pokékat kivárni, mert nem mindig jön. És tényleg betrollkodott a Vulpix. Rendben van, Pati. Eevee! Ja, hát Tüsi lerúgja az Eevee-t. De ez meglepet, hogy ez van a bácsinál. Nem vágták le a búlyánt, igen. Nice. Nyomjál rá egy bájtot. Itt vadásztam tegnap Vulpixra, és csak abban az egy fűbe jön. Ne! Hello Armin. Gondolkodom így, hogy ennyi dolgod volt, nem csináltad meg a Hogwarts. Á, semmit. Nem is voltam itt van. Nincs is összekötve, úgyhogy én nekem az offos, nem szoktam Twitch dropokat sajnos, majd valamikor összekötöm. És ha vége a live-nak se leszek itthon, mert megyek bevásárolni kaját. Mert üres a hűtő. Már ez hajtósnak. Valaki gyere már ide! Jó, akkor addig leharcolok a dupla harccal is. És megint ott a Vulpix. Dark Devil, próbálj értelmesen írni, mert nem egészen értem. Rendben van, Armin. Annyira nem örülök, hogy nem lesz ékezet, de megpróbálok odafigyelni rá. Várj, a Senshu az ellen behozzuk a csalást. Aki még nem tette, az pedig fejelje meg a like gombot. Mert még nálam 12 like-ot mutat. Le ne vigyen nullára. Nagyon szép, mekkorát durrantott a csalás. Na, a ratata 16-os, haladunk. Nidoran! Behozzuk Tüsit. Semmi baj, nem azért mondtam Armin, csak hogy könnyebb nekem is kibogarászni, hogyha ékezetekkel van. Jó, mondjuk igaz, Pati. Digezzünk rá egyet. Elássa Tüsi magát. Lefúr, hallod, mint az ilyen olajfúró. Ezt a fajta Merlin köpen csak két alkalommal lehet megszerezni, majd másodikor, tizedikor, 17 órakor. Azt nem tudom, hogy akkor éppen mit csinálok, de köszönjük azért az infót. Na, csalás 18-as, stun score. Az mondjuk nem rossz,
a sleep helyett hasznosabb. Mert a sleepből fel tud ébredni, de a stun sport nehezebben szedi le magáról. Na, még mindig nincsen semmi ebbe a fűbe? Ratata az most csak össze-vissza rohangászott, az nem mérvadó. Szia, Horsedic. Hát hallod, Baxi, ebbe a fűbe nincsen sem, kipusztul. Jaj, látod, hogy csak a Ratata rohan? Ez a fű meg ugyanaz. Az a fű is volt. Nézd, egy csomó jó Pokémon. Psyduck is most sétált bele. Valaki jöjjön már ki ebből a fűből. Na, tök jó édeskert. Szia, John. Nem jön semmi a fűből. És nézzétek a sok-sok Vulpixot, a kis genyó. Jé, egy Vulpix! Nem látta senki, hogy nem onnan jött. Mi újság, John, azóta, hogy beszéltünk? Örülök, hogy te is itt vagy. Na, Psyduck, ez most tényleg itt jött. Bár ez már van úgy, hogy nem akkora öröm, de XP szempontjából végül is nem rossz. Maradjunk annyiba. Az XP az XP. Csak kiharcoltuk. Helyes. Ó, pedig azt hittem, hogy ma jó napod van, sajnálom. Na, tüsi 20-as. Adjatok nevet Psyducknak. Én köszönöm, Holszadic, egész jól. Mindjárt ide jövök, sok Vulpix hagy idegesítsen engem. Jöhetnek újra a kacsa ötletek. Jó étvágyat. Sors, rendben. Lassú voltál sajnos, Emese? Vulpixek engem is kikészítenek. Itt az innid, rendben van, hidratál a Sylveonbot. Az enyém nem volt ilyen drámai, hát nem. Na, Nidoran. Valószínűleg két Nidoran lesz neki. Nézd, itt jön a mama. Mindjárt szétver a mama. Úgy leásunk a föld legmélyéig. Nem tudott minket megharapni, mert a fűbe harapni lehet, de földbe harapni, kihallott még ilyet. Nagyon jó. Szépen elintéztük. Most valószínű, hogy egy másik Nidoran fog jönni, ha jól emlékszem. Jigglypuff! Tudunk rugdosni? Elvileg tudunk. Tudunk, hát. Nagyon szép. Nem hatott a dupla pofon, hát akkor még egy berúgást. Az jó édes kert, a kritikusok elég magas pontszámot adtak a játéknak, ez jó hangzik. Hát, aki Harry Potter fan volt, az így is úgy is szeretni fogja. Gondolom. És már megint berúg, igen. Na, van még itt fűterület? Három Vulpix, itt egy fű. Meg láttam, hogy lesz ott még. Na gyere, ebbe a fűbe is kérek egy Pokémon. Haló? És mivel ment el az idődonázlókba, nem jött a fűcsomóba Pokémon? Az a Jigglypuff átsétálő egy bevándorlós Jigglypuff. Tessék, kérem szépen, minden áthallás nélkül. Itt jöjjön már egy Pokémon. Nincsen lúra. Nincs. De... ott jött a Vulpix az alsóba! Akkor átváltunk ide. Ez egy Tiny. A
Először megvárom, még az ismerőseim játszanak vele egy kicsi véleményt mondanak, de a videók meg hallottak alapján oké. És mivel a Jigglypuff az valóban feljött lentről, de én a másik fűbe voltam, és most jöttem át ide, mikor a Jiggly már nem volt itt, így ez elsőnek számít, csak hogy mielőtt bárki ebbe belekötne. Megtanulja a restet. A rest kétszer fárad. Nagyon várom a szombatot, mert lovagolni megyek a Frank lovardába. Na, hát jó szórakozást kívánok. Például mi pénteken elkezdjük édeskert, hogyha úgy van, majd gyere. Gyanús vagy te nekem. Miért? Hát mit teltek róla, Baxi, hogy ide nem jön semmi? Csak föntről. Na, szülinapod lesz. Szombaton hosszú live lesz, várlak benézni. Vulpixnak kérünk egy nevet. Várlak a hosszú live-ba szombaton. Hali, de rég voltam itt a live-ba. Lubia for Heart, szia, üdvözletem, hogy vagy mostanában? Itt az innit most. Komolyan egy Vulpixnak? Hát te voltál a leggyorsabb. De, hát ezt el kell fogadni. És ez még szavazás alatt van, hogy milyen live lesz az egyik, a tagok szavazhatnak, ez egy külön ilyen kis cucc. És a második, a délután itt pedig már láthatják a tagok, de azt most nem mondom be, hogy mi lesz. Ha-ha-ha. Na, Vulpixocska. De hogyha meg már abból indulok ki, a Jigglypuff helyett a Vulpix szerintem hasznosabb. Legalábbis. Gyorsan megváltoztatjuk a gondolataimat. Szia, Regina! Megpróbálom azt majd videóba édeskert, amit mondasz, de Bax, hogyha átküldöd, azt megköszönöm! De ebbe a fűbe még mindig nem jött semmi. És még ott meg nincs több fű. Elég jó az élet mostanság, remélem felvesznek a suliba, amiket megjelöltem, csak bántanak az osztálytársaim. Szarr le őket! Itt most mit csináljunk, Baxi? Itt álljak, vagy ezt engedjük el, hogy ez a fű üres? Vagy kapjak el random bármit arra fel, hogy meglegyen az XP? Mert hogy ebbe a fűbe semmi nem akar. Persze, hogyha úgy lesz és gyorsan írod, hol szedítsz, akkor igen. Vagy hogyha valaki szuperchattel, szupermaticával, vagy tagsággal, vagy tagság ajándékozással támogat, miért? Mi az ott? Mi az ott? Miért nem itt? Gyere már ide! 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 Gyere! Ratata innen futott? Akkor elkapunk egy ratatát. Juhu! Nem figyeltem, mert elvonta az Abra a figyelmemet. Buktad, az biztos. De lesz egy ratatán! Abra... Ez egy szemétjáték így. Direkt szivat. Se Pidgeotto, se Abra. Mindjárt elnevezzük a ratatát. Várjál, fájt. Addig lehet névötleten gondolkozni a 20-valahanyadik ratatának. Az nagyon hosszú szerintem a Regina haragja. Pocok, rendben pocok lesz. Vagy horsediksz. De az a baj, nem nagyon használnám, azt inkább olyanra, amire jó. Túl sokat írtatok. Na. Legalább leütöttük a Charmandert. Jó ez a digelés. A fájdalom a lány arcán, az nekem is az volt, mikor az Abrát megláttam. Várjál.
pocok. Némi mérges meg karakter a csapatból, de most nekem nem jó egy Battlefree. Hát én elnevezném, de az a baj, nem engedi a cseréltet szerintem. Nem lehet. Ő névtelen marad örökre. Ott egy nagy Pidgeotto. Bellsprout. Hát csak nem üti le a tüsit. Body slam. Megkötései vannak. Vrep. Közben megnézem az Insta megosztásokat. Mert most jelzett, hogy van, kicsit le van fagyva az Instagramunk. Anna osztotta meg elsőnek. Addig megharapjuk. Már nem az Anna. És utána pedig Pati is. Köszönöm szépen nektek. Juhú, kaptunk kettő Great Ballt. És akkor elneveztük végül a Ratatát, vagy nem? De elneveztük pocoknak. Csak hülye vagyok. Szimplán. Ki még nem tette, fejelje meg a lájkot. Nem szeretem, ha megharapnak, elhiszem. Na, új város. Te adod a Squirtle-t? Mit kell, hol... 60 poki elkapás, akkor Squirtle, te is itt maradsz egy darabig, amíg nem lesz 60 pokém. Hát igen, az Abrát sajnálom, mert Kadabrát simán hoztam volna, egyik kedvenc pokémonjaink közé tartozik. Beszélgetünk velük. Lehet Horsedic, attól függ, hogy mi lesz a következő. Tudod. Aha, gyógyítsunk egyet, ha már itt vagyunk. Mondjuk lehet, hogy a Vulpix túl kicsi lesz, meglátjuk. Grimerről beszélt. Hát egyikem sincs. Előbb-utóbb az a terv, csak még vele azért akarok fejlődni. Ah, Pikachu. Pokémon Fan Club. Eevee set, de rég kaptunk ruhát, na majd mindjárt átöltözünk. Most kaptunk valami szettet.
Mondjuk alapból ez nem az Eevee-szed, de ezt nem raktuk még rá. Eevee cap. Eevee gatya. Na. Eevee top. Eevee chip, Eevee cipő. Nagyon jó. És Eevee táska. Gyönyörűek lettünk. Bebarnultunk, mint a banán, az érett banán. Tényleg cuki lett. Aj, Farfetch'd. Úgy emlékeztem, hogy neki hozni kell egy Spirót, de nem. Vagy ha hozok neki egy Spirót, cserélhetek? Van Spirom? Mert Pidgeom az rengeteg van. Van. A Jigglypuff. És akkor ebbe a városba az Körtlőt elbukom, de mindjárt megnézem. Mert egy városba egy csere lehet, illetve megszavazzátok, hogy kint van ez meg bent. Nem. Nem kell neki még. Hát akkor visszarakjuk a Jigglypuff nevű Spirót. Nem jó neki. Tudom, szkörtülés ebbe van. Nem felejtettem el. Adjuk el, meg vegyünk potit szerintem. Mert lett egy csomó olyan, amit nem tudunk használni, és ez a pörl az eladásra van. De nálunk a revive az nem játszik, az itt alapból plusz pénz. Meg a nugget is. Stardust is. Meg a tiny mushroom is. Na, lett pénzünk. Bár így menne a való életbe is. Hát labda az nem annyira kell. Viszont szuperpotit szerintem vehetünk párat. Ilyen 19 szuperpotink. Lurt is tudunk venni, az mondjuk nem árt, ha van. Végül is a valóságban is árulhatsz gombát. Van benne igazság. Nem mondom, hogy nem mondasz igazat. Meg gyémántot is árulhatnék igazából. Itt lesz a Szent Anna, de előtte el tudunk jönni már oldalra ilyenkor, vagy még nem. Meg aranyrögöt. Új terület, barlang. Itt fönn nem jön Diglett? Nem. Ott az első vad Pokémon. Na, egy cuki. A füsli. Na! Hey! Mondjuk ez kellene a csapatba, a Surge legyőzéséig legalább. Mert nem hatnak rá az elektromos támadások. Jó! Jöhet, akkor ez lesz az SSO, vagy Horse Edits. Bocsánat, nem SSO Edits. Hoppá, 3-as level up, Dracula, Ratata és Évi. Confuse Ray. Hmm.
Dani, majd a következő, mert szóval megígértem a Horsedisznek. Na, Confuse Ray az egy érdekes dolog, mert hasznos lehet. Headbutt, nem kell az Ubetnek már. Nem fejelsz meg senkit, fiam! Ratata 17-es, Évi 21-es, jó. Swift, Taylor Swift. Nem kérem. Oké. Na. Hopsz, rosszkor nyomtam meg. Party. Oké. Ó, az a barlang zene a frászt hozza rám. Hát, és az itt az innit megy is pihenőre. Átmegyünk a barlangon, de igazából itt új pokét nem foghatunk el. Ja, nem mehetünk át, amíg nem győztem le a gym leadert. Oh. Akkor nem megyünk át. Viszont jönnek az újabb fűcsomók a harc után. Rendben, szia, köszönöm, hogy itt voltál. Úgyhogy mehet a harc. Bezárta magát a YouTube a telefonomon, az mi? Ratata! Az nekünk jó tüsi ellen. A tüsi jó ellene szerintem. Bár már itt 21-esek vannak, igen, itt már azért nem kis szinten vannak. Azt hittem nagyobbat ütünk. Na jó, itt már figyelni kell. Legyen egy body slam. Bezárta magát a YouTube, szabadítsuk ki, kitart velem. Ne! Ez fájt, de jó volt. Jó, bocsó. Jó erős a 21-es ratatája, mit nem mondjak. Le ne üssön minket! Védelmünket legyengítette, hát csak nem üt le. Jó, azért. Öt Eevee Candy-t kaptunk, azaz Eevee-t tudjuk erősíteni. Gyógyítunk. Nem ide. Fűcsomó. Ó, mi jött elsőre? Nem! Hoppá. Ez az!
Tüsi 21-es lett, Csalás 19, és Mr. Mime nem rossz, mert a Pszichó Pokémon nem picit tudja elősegíteni például a rakétacsapatos részeket. Jaj, de jó, és Pszichó Tündér. Na most jöhetem négy. Akkor Dani leszel te Mr. Mime? Már mint hogy írtad, hogy rólad is nevezzünk el. Mit tudunk? Nagyon jó. Drakulára. Drakula elmegy pihenni. Ott látom, hogy lesz harc, csak a füves részeken akarok túlesni. Hogy itt jön-e valami. Ott a Drauzi. De nem lenne fair, mert a Ratata onnan szaladt ki, úgyhogy muszáj a Ratatát. És amúgy ott a Mr. Mime is. Tehát láttam, hogy a Ratata onnan jött, így bármennyire fáj a Drauzi, nem akarom azt, hogy azt mondják, hogy nem úgy fogom, ahogy kell, úgyhogy fájó pont, még egy Ratata! Jöhet neki a névötlet. Még egy Ratata. És amott pedig egyből jött a Mr. Mime, úgyhogy lesz még egy Mr. Mime-unk. Addig találjátok ki névötletet a Ratatának. Jerry, rendben. Azért mondom, hogy becsületesen betartom, hogy bármennyire is jobban örültem volna egy Drauzinak, de láttam pont, hogy ki, amikor látom a mapon, hogy kiszalad onnan, akkor nyilván az az első. És sajnos kiszaladt onnan. Ez meg XP miatt se lenne rossz, úgyhogy... De ne már! Gyere ki! Vagy hát ne gyere ki! Az a baj, hogy én mondtam hülyeséget. Nehezen marad amúgy benne a Mime. Mondom. Hát lehet meg lesz az első, hogy elmegy. Hát igen, akkor ebből a fűből semmit nem kaptunk el. Mehet a rip. Ilyenünk se volt még. És nincs újra próbálkozás. Hát ez a fű nekünk offos. Innen sétált ki az előbb ugye a Drauzi, és elkaptuk a Ratatát. Következő az a nagy fű ott fent. Hallottam lent megint egy Drauzit. És mindjárt nevezem a Jerryt, csak már rég mentettünk. Jerry. Pidgey. Pedig vártam valami értelmesebb pokét. Most itt a Drauzi lesz az új Clefairy. Pillanat, csöngettek. Fél perc szünet. Jó,
sírom, tudom, ha nem úgy áll. A nevem mélyen véste a padba, hát nem szerethetsz mást. A transzisztor óra rég lejárt, mert ez majdnem csinítem. De a kutonom, hát elmegyek, dobolja más, én passzolnám. Bevitált ezután csak a taxin látsz, a hotelben tolnám bár. A polán, a gabin, polán engem látsz, a rúzs nyom engem bár. Jön pex voltam, de elég már, a sér. Bocsi, csak feljött az egyik alsó szomszéd, hogy elvileg az alattunk levőnél ázás van, mondom, hát nálunk semmi nincsen, úgyhogy reméljük, hogy megoldódik szegénynek. Emiatt még lehet, hogy majd egyszer le kell állítanom, mert az egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, olyan alsó szomszéd, aki mindenáron azt akarja, hogy mi áztassuk be, pedig nálunk egy csöpp víz nincs se a fürdőbe, se sehol, úgyhogy emiatt még de nem lakik ott senki, tehát egy MS az egy üres albérlet, amit nem tud kiadni, mert olyan horror áron akarja kiadni, és állandóan ázás van nála a falak miatt, és mindig ránk akarja kenni, pedig se a fürdőszobába, se a konyhánkba, sehol nincs ázás. Ilyen nagyon beképzett némber is utál minket. Mert szerinte az ázást a felső lakók okozzák. Nyilván mind a három lakás. Itt nem volt még semmi, vagy fogtunk már? Bocsi, most bezavart nagyon a csengő. A Pidzsi Ottósnál volt a Pidzsi, vagy nem itt volt a Pidzsi? Megállok. Mintha itt fogtuk volna a Pidzsit, ugye? Csak teljesen kizökkentem, ne haragudjatok. Azért megnézem a fürdőt, de mondom, együtt a pisilek, addig írjátok meg, Mizu.
Na itt is vagyok, srácok. Oké, és köszi a türelmet, csak megnéztem, tényleg sehol nincsen semmi víz. Úgyhogy teljesen biztos, hogy nem tőlünk ázik, hanem nála van valami probléma. Szomorú. Na. Ebben már fogtunk. Először a füveken megyek át, aztán harcolunk. A ratata oda-vissza rohangászik, az nem mérvadó. Meglátjuk. Föntről kijött a Pidgey. Bármennyire. Vagy várjál, Pidgey Otto, az most hol a szarba van? Már bocsi, jó, Mr. Man. Igyekszek tényleg odafigyelni a szabályokra, srácok, csak nagyon kizökkentettek. Á. Hát ez úgy van emese, hogy máskor már volt, hogy tényleg ázott, de akkor meg nem csak miattunk, hanem valóban a felső szín miatt. Mert a falban nem volt jó elvezetve a régi vezeték, szia Dóri, és akkor felbontották a falat nálunk egy kb. Egy hétig, vagy nem tudom meddig. Nálunk, a szomszédban, meg ő nála, meg még az alatta levő szembe szomszédban is. Akkor valóban volt ázás, de mióta megcsinálták, lekopogom, hogy semmi víz nem volt nálunk. Talán tavaly szeptember óta, úgyhogy... Csak az a baj, hogy ilyenkor jogosan fogja azt hinni, hogy akkor mondhatja, hogy megint tőlünk, pedig tényleg full száraz minden, azért tartott ennyi ideig, mert megnézegettem a padlót, minden, de hát sehol nincsen víz szerencsére. Az alsó szomszéd, az alatta levő úgy jött fel, hogy hallja, hogy ömlik a víz. Hát itt buktuk ebbe a fűbe, meg a lasztikat is. Nézzük a felső füvet. Ebben mi lesz? Semmi. Oké, valami jöjjön. Na, Drauzi. Ennek örülünk. Még nem volt. És a hipnó se lenne amúgy rossz. Még azt átgondoljuk, hogy a Mr. Mime vagy hipnó érné meg jobban. Tehát már ha sikerül elkapni, persze. És lent amúgy tényleg nagyon be volt a noázva, tavaly szeptemberben, de az mikor volt már, gyerekek? Jaj, hogy ki tudják az ember zökkenteni az egészből. Elnézéseteket kérem. Csak előre tudom, hogy még jönni fog itt veszekedni, és nincs kedvem az egészhez. Már nem a life-hoz, hanem hozzá. Hát ez a Drauz is el akarnak. Na még most már a játékba is bukjuk a dolgokat, köszönjük. Na, a lenti fűbe itt egy Pidgey jött, mert innen jöttünk fel. Hát de hiába mutatom meg, akkor azt mondja, hogy biztos feltöröltem, ennyire egy ilyen gonosz ember képzeljel. És ordibál a nő 40 körüli szőke, dühös nő. Azért mondom, hogy nem százas. Nem sűrűn szoktam ilyet mondani emberekre. Hát de az alatta levő szomszéd el fogja mondani, hogy itthon vagyunk. Amúgy meg nem vagyok köteles beengedni valóban, csak akkor hívja a közös képviselőt, és a közös képviselő izél minket, hogy beengedjük be, mert biztos mi áztatjuk. Mert az se szeret minket. Azért nem szeret minket, mert mi fiatalok vagyunk. Tehát, hogy ez egy régi ház, és nem szereti a 40 alattiakat, nem tudom szebben mondani. Ez tényleg fájt volt, ugye? De amúgy meg az a baj, hogy túl jó az albérlet ahhoz, hogy elengedjük. Nálunk az volt, hogy a 9. emeleten elvágtak egy vízvezeték nyomás alatt, volt 8 emelet úszott, és még nálunk is ömlött a plafonra a 7. emeleten. Hát itt megjavították, meg egy csöveket cseréltek, meg minden nevezhet. Jó, két Pidgeyre várunk nevet, és az összes Pidgeyt nevezgetjük. Jaj, te. Pipi. Rendben, legalább még van, akinek van kedve a Pidgeyket elnevezni. Pipi és Pidgey. Rendben.
Lehet, hogy egyszer tényleg kell őket használni, de hát mondjuk nehezen tudom elképzelni őszintén. Mondjuk az összes jó pokénkat kiütik. Itt tényleg aranyos páros, igen. Jaj. És azon gondolkozok, hogy azt magyarázza a szomszéd, hogy a konyhája fölött ázik, a konyhája az kb. Ahol ülök. Hát itt én nem látok vizet, gyerekek. Vagy lehet, hogy én vagyok a vízben. Na, a Pidgeotto is betrollkodta, de még itt van lenne egy fű. Itt van a nagymamám, adjatok neki kérlek egy szívecskét. És Poppy lesz a következő név, ami itt lent jön. Úgyhogy ezek vannak. Jó volt, hogy ma kicsit beszéltünk, ezt a nagyimnak üzenem. Valami jöjjön már, ami nem leszökik máshonnan, ehem, ezt láttam, hogy befutott. Ha mondjuk itt nem üresek a füvek, az annyiba jó, ott már fogtunk, és nincs is több fű terület, de ez meg nekem jött, úgyhogy ezt elengedjük. Igen, tapasztalom. Most már csak ide várunk egy bármit. Addig mi itt rohangászunk. Nézd meg, a Mr. Mime-ok is jönnek-mennek, csak úgy jönnek-mennek. Eltelepül, lejön, ott egy retikét fönn. Ja igen, biztos a számítógépem ereszt, igen. Tehát azért mondom, hogy a konyha, az elvileg, amit magyaráz, az alattunk van. Tehát, hogy vagy a számítógépemből folyik a víz, vagy a székemből, vagy én pisilek folyamatosan. Mint ha elesett volna is tényleg. Vagy vízágyam van, csak nem tudok róla. Még az is lehetne. Hagyjuk már. Jó, nyilván az lesz, megjön, megnézem, lemegyek vele, hogy jó, tázik. Pidgeotto. Na ez lesz a Poppy, hogyha sikerül elkapni. Még úgy sincs. A Misty terméből folyt a víz, azaz. Kellett nekünk ott lenni. Oh no, hát azért maradjon már benne, haló, csókol. Úgy de nagyot dobtam, hallott, kosárlabdában nem dobtam ekkorát annak. Ez az. Ilyenünk még úgyse volt. És mindig büszke is vagyok, hogy az én nagymamám fenn van nem csak Facebookon, YouTube-on is. És mennyi mindent csinál még? Na, Crunch, ez a bajt helyére mehet. Ezt már vitte a nagymamám, Viki. Ezt most beelőzött. Jaj! Mindig elfelejtem, hogy rázni kell a labdát. De nem rossz ötlet a Page legközelebbre egyébként. Úgyis valószínű, hogy lesz még madarunk. Meg is van. Mentünk is egyet. Nem hittem volna, de lassan luxus ételnek számít a tejfölös kenyér. Hát még a sajtos tejfölös tészta, Baxi. Na, ez most nem kaphatjuk el, csak pont jött. Azaz, Birdkeeper Dave, lassan tényleg madaras leszek. Igaz, hogy csapatunkban egy madár nincs, hogy van? Nincs, nem? Egy madár nincs a csapatban, de az összes madarat begyűjtöttem. Jó, körbe mentem, akkor mehetünk a harcokkal, mert minden fűben felszedtem legalább egyet. Úgyhogy akkor indulhatunk tovább harcolgatni. Mi az a sajt? Ú, az egy olyan luxus cikk, amit nem szabad venni. Az a baj, hogy tényleg.
Pedig egyik kedvenc kaján volt. Én is akartam venni tegnap tejfölt, aztán meggondoltam magam. Tényleg már múltkor nem is tudom mihez kellett, már rakott krumpli is luxus lesz ezek után. Én azon rögtem, hogy összes szomszédos országban olcsóbb minden, mint nálunk. Hát eléggé szomorú, igen. Elaltatták a tüsit. Dick hogy alszik? Ébredjél fel! Wake up! Jó. Ezt szépen lecsapták. Nidorina! Sima, sima liga. Adunk neki egy diget. Én meg már azt hittem gyerekek, hogy a szomszéd azért jön fel, hogy kettőbe alattunk lehet hallani, ahogy beszélek, de erre még mindig nem érkezett panasz. Hála az égnek. Már megijedtem. Most mondom, semmi rage nem volt, nem üvöltöztem különösebben. Hú, ez valami... izé lesz. Vízi Pokémon edző. Ez nem folgász. Még jó, hogy nem az volt ma. Mi már elgondolkoztunk, hogy kimegyünk Szlovákiába bevásárolni. Ha közel van, akkor lehet megéri egyébként. Pedig elvileg itthon termelik a fehér cuccot. Igen. A tejek is horror árba vannak. Én azt hittem, hogy azért jön, mert Amazia Live-ot. Ne, az lett volna. Ez lehet, hogy a Confusa nekünk bajos lesz, de hát, hogy jó. Biztos, hogy gyorsabbak vagyunk, mert a Slowpoke az egyik leglassabb poké, ha jól tudom, Baxi. Viszont nem kockáztatom meg, nem akarom elveszíteni, úgyhogy gyors csere. Farkas Danit behozzuk első meccsére. Hát nem hiszem el, hogy bekonfúzozta. Pedig Double Slap-et szerettem volna. Én is azt nézem, hogy én már nagyon várnám, hogy Bipinbel legyen, de... Jó, hogy nem egyeket sem zerrák kritikus ütéssel. Adott neki egy pár tockost. Azért jött, hogy megmondja rosszul nuzlockozol, azaz. Sok, kicsi sokra megy, van is egy ilyen tagságunk, a második. Ami az a plusz, hogy nem csak 199 forinttal tudtak támogatni, hanem 400-zal is, vagy hát 399-e. Pont ez jutott eszembe a Mr. Mind-ba. És akár kis tagságról is át lehet váltani egyen nagyobbra. Ezt csak úgy mondom. Na, Évi 22-es lett. Hogy örül, hogy lenyomtuk? De mondom, ott a retikét is húzza az idegeim. Tehát azért mondom, hogy a Bellsprout irreálisan lassan fejlődik, holott azért már lenne indokoltnak érezném, hogy fejlődjön. Úgy. Leütöttem. Ennyi. Farkas Dani szerintem marad egy darabig, mert más szihopokét, ha nem fogunk, akkor nagyon hasznosnak tartom. Ő neki nem tudom, milyen lesz. Ránézésre azt mondanám, hogy retikét. Vagy Poliveg. Ha van Bellsprout, van Kühlsprout is. Igen, Kühlsprout kalács. Na, a Diglett az pont jó lehet. Talán ez adja meg a löketet csalásnak. Ha minden jó van. 26-os! Ne! Hát nem lesz Whippimbell! Csalás! De én már vártam a Whippimbellt! És csak észrevettem, hogy 26-os basszus kulcs! Azt sem tudom, mivel fogom leütni, várjál! Hát ez most fáj! Túl vannak szintelve. Állj bosszút!
Még jó, hogy van gyors támadás. Látod, Baxi? Ez most életet ment. Még hogy a csalást nem is engedte megmenteni. Bácsi keményebb, mint egy gym leader. De hát tényleg? Ez most nagyon fáj. Nem azért szarakodtam a Bellsprout-tal. Akartam egy Victory Belt. Na jó, menjünk, még ide visszajövünk harcolni, csak fel kell gyógyítani. És elengedni. Pedig már annyira közel jártam, nincsenek túlszintezve te játszó hardcore módban. Tudom, de azt mondta Baxi, hogy ne szintezzünk külön. Szavazzok, ilyen bizony jó megérzés. Nem a paraszt ötös szinten. Tehát, hogy igen, 26-os ellen amúgy messze alul vagyok szintezve, Baxi. Tehát, ha ilyen erősek lesznek a gymbe, akkor nekem végem lesz a Surge-nél. Bár még van egy Szent Anna. Vagy lehet, hogy a Szent Annát hamarabb kellett volna, mint hogy elmegyek oldalra? Az még amúgy nem biztos, hogy jól gondolom. Vagy lehet, jól gondolom. Hát akkor búcsút mondunk csalásnak. Ez fáj eddig a legjobban. Hát akkor szavazzok, bejön a 12-es szintjével. Ez nagy élmény lesz. Bár még amúgy voltak a dosz, a csalán, a pumpa szájú. Csinálhatunk a pumpa. Nem fogunk nekiállni olyan kis szintejűvel amúgy, úgyhogy... Pumpa. Nem lesz pumpa. Hol a csalás? De miért? Aha, akkor én mentem rossz útra. Tévúton járok. Hát... Ezt elrontottam. Legyen az a szabály, hogy egy Bellsprout-ot, hogy egy Bellsprout kell, hogy legyen nálad. Azaz, persze! Hali újra. Szia, Deathlord. Bocsi, csak éppen temettük az egyik pokénkat lélekbe. Hát nehezebb ez így. Rendben. Kicsit elmegyek és erre csalás meghal. Hát látod? És ráadásul nem is egy gym leadertől, csak egy random NPC-től. Jó, akkor megyünk fel a hajóra. Ez fájt. Ez kb. Ilyen gratulálok a hősi sebet szereztél, visszaengedlek a vadvilágba. És tényleg. Akkor még amúgy jó, hogy ott nem harcoltunk meg mindenki kivel. Nálam van a tiket, csókolom. Ó, át is öltözhetünk egyből matróz szedbe, várjál. Azt adom. Nem ez? Oda néz a kis Sailor Cap. Hát a nyakkendőből sok pitted nem látunk, de elhiszük, hogy van. Megyünk Donald kacsa feelingbe. Mondom én. Egy játékban már fél órája várom, hogy elkezdeni a meccsre, nem talál ellenfelet, senki nem mer ellened kiállni, úgy van. Hát ez fájt egy picit, de hát menni kell tovább. A Titanic. Egy nyomva diglet ölte meg, értitek? Egy diglet. Pedig már láttam magam előtt, ahogy VIP-in... És pont elkezdte kérdezni, hogy VIP-in belé mikor fejlődhet? Semmikor.
Szia copyright! De ott van a blue is. Beindult a zene. Na, kaptam valamit, az nem tudom mire jó. Meg is. Ő már mindent legyőzött. Copyright, menjél már innen. Jó, kezdjük egyesével az ajtók nyitogatását. Hölgyem. Na, itt tudjuk felgyógyítani a csapatot, ez jó lesz. Mondjuk itt alapvetően sok vízi Pokémon lesz, de még 12-es szinten, ám maradjon az Eevee elől. Az Eevee meg a Tüsi most, aki a mi kulcsemberünk jelenleg. Uram. Elnézést, hogy megzavarom, egy párbajra szeretném kihívni itt a kabinjában. Arthur bácsi. Brauli. Jó. Menjél Sailor Eevee. Bansibani. Aha, ide kellett volna jönni, és akkor még mindig élne a csalás. Ez van. De szavazzok már 13-as. Tisi 22-es. Felszintezzük a szavazzokot, lesz egy erős Venusaurunk talán. Talán. Ő heverésző bácsi, luxusba. Nem zaklatjuk. Lemegyünk. Na. Azt hittem a macsokkal jön, de hát nem elég macsok hozzá. Na gyere! Összeöltöztünk. Leonard! Egy Slowpoke! Na egy biztos, hogy annál gyorsabbak leszünk. Bazibaz. Egy hajszállal túlélte. És paralízisbe is ejtettük. Csöngettek, vagy én vagyok a hülye? Oké, megnézem pillanat. Behalúzom. Köszi a türelmet, bocsi srácok, fél perc vagy pár perc is vagyok. Sírom, túlom,
soha nem úgy áll. A nevem mélyen véste a padba, hát nem szerethetsz mást. A transzisztorváró rég lejárt, már ez majdnem csinítem. De a kutonom, hát elmegyek, hogy más én passzolnám. Bevitált ezután csak a taxin látsz, a hotelben tolnám bár. A polán a gabin polán engem látsz, a rúzsnyom engem bár. Jön pec voltam, de elég már a sér. Igazából nem mentem le, de azt hallottam, hogy tényleg nagyon-nagyon sok víz van. Viszont nálunk meg semmi, úgyhogy durva. Sajnálom azért kicsit őket, bármennyire is izé. Na, Hali Sakura, Mizu. Remélem itt maradtatok szünetről, bocsánat a mai felkapott íze, ilyen össze-vissza csapongás, hogy nem ez volt a terv. Milyen napod volt, Sakura? Jó, ez most így fog jövőn elő. Full heal. Aki itt maradt, az küldjön egy emojit, köszi. Na, ügyes vagy, miből kaptál a kösöket? Na, magam. Úgyhogy előre elnézést, srácok, ha megint be kéne nyomnom a számlálót. Holnap már remélem nem lesz ilyen. Nagyon szép volt. Na, a Horse Edits 19-es. És még egy magnemelt, akkor maradunk ezzel a 10 az jó rá. Most addig kicsit csendesebb vagyok, amíg tudom, hogy itt vannak, jó? Köszönöm. Nem akarok felesleges feszültséget. Szállj! ASMR-ba tolom. Várjál. De amúgy viccem ki, hogy nem rosszokat, hogy csendben leszek addig. Ritka pillanatok egyike, vissza fogjátok sírni. Szóval, Polyveg. Polyveg ellen egy kis bázibázzal oda sokkolunk.
Várjál, suttognom kéne, ez még mindig nem jó. Legyőztük. Ez most egy Nuzlocke ASMR. 1080 pénz és 3 pokéból. Super Potion. Mindjárt befejezem, nyugi. Mi lesz a következő ajtóba? Egy horgász. Le kell győzni. Ez nem így működik. Barni. Egy Goldin. Én Eevee-t választom. Pass. Tor.
és vele már normálisan beszélünk, úgyhogy ennyi volt a viccből. Jaj, ez nagyon nehéz lenne amúgy egy egész live-ot így letolni. Vissza fogom nézni kivételesen ezt a részt. Monkey. Lehet, hogy elmenne a hangom, amúgy nincs kizárva. Megsütjük a majmot. Nem hozott donétet, befejeztem. Úgy szeret, csak messze még a tizediket. Na. Tyler gyereket lenyomtuk. Egy darab majma volt. Öregasszonynak vajon lesz pokéje? Nem hiszem. Vagy csak ül. Ha csak ül, nem lesz pokéje. Bácsi. A rakéta csapatról beszélt. És te? Szakács úr. Ananász. Adjatok kaját. Sushi. Ezek olyanok, mintha belepisilnének az előttük levő tálba. Hát de most nem. És ritmusra mozognak. Pati, ezek is ritmusjátékot játszanak, én biztos vagyok benne. Nem úgy van, hogy valamelyik kukából kell kiszedni a cuccot, vagy ebbe a... nem. Várjál. Egy szuper repel. Hát... nem nagyon volt semmi se. Én is azt néztem, hogy ez vajon mi lehet. Nézzük meg még egyszer, várjál. Ja, egyet mentsünk már, mert nincs kedvem még egyszer végigéje szemározni. Na, de amúgy aránylag jó haladunk, ahhoz képest kettő halál volt ma. Hát ez ilyen, úgy nézem, mintha rizsre lenne öntve ilyen paradicsomszósz, meg valami zöldség hozzá, vagy bulgurra. Hát ez meg valami főzelék, vagy leves, de hogy miből? Homok. Homok főzelék. Omlett. Hát még omlett is lehet amúgy. Omurice. Lehet. Na, legalább ezeket is felfedezzük. Rizs omlettel takarva és rajta ketchup, akkor eltalált a szakura is. Még van pár szoba. Uram. Ránk támadott a horgász. Nagy ho-ho-ho horgász. A dél. Magikarp, jó ide fél. Hát ez ellen más is jó lett volna. 18-as, ez már lehet, hogy tudom, hogy tekült, de nem érdekel minket különösebben. Nem tudjuk meg. Egyik zene, amit toltam szövege, arról szólt, hogy fog be, kiégtem, hangos volt, hogy nem hallottalak. Ne. Már a nemeket is megadóztatják? Egy pontja? Meg jó, hogy az évünk tud víztámadást.
igazából kinyerjük belőle az oxigént. Lényegében. Mindkét úriember harcolni akar. Lamar. Szemsrú. Milyen jó lett volna ez ellen is a csalás. Milyen foglalkozást válaszolok Pokévilágban? Szívesen lennék Jimmy ide. És akkor jönne mindenki hozzám, látnám a sok-sok különleges taktikát, Pokémonokat. Ez jó lenne. Nugget. Bár mondjuk ott a Pokédoki dolog is jó lehet. Gondozó. Vagy Pokiárva házba. Nem tudom. Milyen típussal? Ez nehéz kérdés, mert nagyon szeretem a méreg típust, a pszichót, meg a alapvetően a vizet is. Meg a füvet. Ne ragadjátok ki, hogy Dave azt mondja, szereti a füvet. Vegyes típussal, nem tudom. De madarakkal sincs baj. Kivétel a pidzsikkel. Ó, már itt a copyright, nem mentünk ki az egyik részre, nem majd utána. Ha, nagy harc. Na milyen három, hogy áll a copyright? Van egy Pidgeotto-ja. Az aránylag jó nekünk. Ja, Flying Type Gym. Akkor biztos lenne egy Skarmory mondjuk. Ó, de szép. És nem lett paralítva, mert hogy tudott támadni. Igazából, ha elveszítjük véletlenül az évit, onnantól van K.O. kb. És csal, szuper potionezik. Csalik. Nem baj. Van még nekünk 13 ilyen támadásunk. 1-0. Pikachu. Csak nem tudja a szörföt. Jöhet a Horsedit. Lássa meg, ott van egy Diglett. Dig. Mondjuk az ezért sebzett. Nagyon szép. Ott is. Farkasdanyt választ. Felét levitte. Ő is. A Dunnit elneveszítsük. Jó. Szavazok 15-ös.
Jöhet a GG. Én is úgy látom MS amúgy, tehát hogy kicsit, hát jó azért volt már veszteség, de meglepően jól haladunk és szépen. Harmadik gym ma már nem lesz benne, szinte biztos mondtam, és az a terv, hogy addig eljutni, hogy onnan tudjuk folytatni. Még itt kell harcolni, minden igaz. Vagy nem. Tetszik neki a hajó fedélzet. Szép. De szép itt megcsinálva a hajó fedélzet, mint harc, és ott vannak a napágyak. Lehet napozni. Mondjuk van ilyen hideg minként, most szívesen napoznék inkább a bőrökébe. Ebben a verzióban szerintem nem kell a kukákkal szenvedni, mert normálokba kellett innen. Aztán lehet, hogy itt is kell, nem emlékszik őszintén. Ez egy gyors támadás is megvan. Nice. Úgy. Macsok. Fartas lenni. Hát ha már nem lett Abránk meg Drauzink, legalább lett egy Mr. Mime-unk, azért nagy előny egy pszichopokémon. Szerintem. A rakéta csak az ellen is többek közt jó lesz. Ali Justin tud lenni, újság, hogy vagy? Milyen napod volt? Sailor Ed? Poliveg? Poliveget is csipáztam. Nézzétek, hogy tetszik neki, mindjárt belelökik. Egész jó napom volt, csak sajnos már nem vagyok tag. Bármikor újra válthatod Justin akár a 199 forintos tagsággal, ha van lehetőséged rá, ha nincs, akkor pedig reménykedhetsz abba, hogy lesz majd tagságajándékozás. Néha én is szoktam, de én már a hónapba adtam be hármat, még hármat majd tervezek talán. És akkor megvan a lehetőség, hogy újra tag leszel. Ez ilyen. Na, elméletileg akkor most már csak a kapitány van hátra, a hajón. Tudod mit? Benyomok egyet, Justin. Hát, ha te kapod. Szokott ilyen lenni. Úgy vagyok vele, most egy belefér. Ha valaki szintén szeretne, nyugodtan. De én most úgy vagyok vele, hogy miért ne? Egyrészt annyira örülök, hogy itt vagytok meg minden. Másrészt ma voltam a fizetésemért, úgyhogy egy tagságot csinál. Annak ellenére, amely az elején volt, hogy mekkora villanyszámra, ez most nem azt nem szoroz ilyen szempontból. Na. Fél pillanat, csak küldem az ajándékot.
Aztán nincs garancia, hogy te kapod, de egy próbát megér. Na, varázsló vagyok? Amúgy tényleg nem, nincs rá garancia, hogy ő kapja. De hogy megpróbáltam. Nézi azt, hogy mennyire aktívak a live-ba, meg nem tudom, de hogy Justin, használd egészséggel. Na, így nagyon jó érzés volt. Agyba el kell dönteni, ez durva volt, nagyon szépen köszönöm. Amúgy, hogyha bevezetnék, hogy lehetne így, hogy fixen valakinek, ez most tényleg csak ugyanúgy működik, hogy random benyomtam őszintén. De már háromszor bejött ilyen, mert egyszer valaki kérte, és pont azt hiszem a Mici, vagy valaki kérte, nem biztos, hogy a Mici, valaki kérte, és a szárnyas lány bedobott, és ő kapta. Volt még egyszer ilyen, meg most. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy figyel a Google, de hogy azért. Az aktivitás nézi szerintem a live-ba, de nem tudom, meg hogy alapvetően a csatornán. Köszönöd a 2 hónapot, hát figyelj, örülök, hogy itt vagy, Justin. De ez tényleg durva. És ezek a pillanatok, amiért megéri ajándékozni. És mondhatnám, hogy nyilván megéri, mert támogatsz vele, de hogy örömet okozni másoknak igazából ez sokkal-sokkal többet jelent. Legalábbis nekem ez fontos. Engem legalább nem harap meg a Nightbot, azaz. Az ASMR-ra megkaptam, hogy akkor teljesüljön a kívánságom. Erősebb vagy a Nightbotnál is, látod. Szóval nem sokan menni kell bevásárolni. De jön a sokáig dolgozott sajnos, úgyhogy azért is értem most így rá. De azért hiányzik. Jó lesz este már pihenni együtt. Ne búcsúztatjuk a Titanicot, ahogy megy elsüllyedni. Viszont látása jó süllyedést. Ez a hajó elment. De ő itt maradt. Kicsit festékes a Sofia. Meg mindene. Amúgy nagyon hasonlik a Titanicra alapjáraton. És kijött oda a gym leader. Még azt megnézzük, hogy mi kell a következő gymhez. Vagy még belezsúfoljuk, srácok, még van egy 20 percen. Megmerjük kockáztatni? Mit mondtok? Megnézzük, mi kell a gym leadertől. Ő nem a gym leader, ő az, aki beenged. Csak már rosszul mondtam, nézd el nekem. Ja, ez volt a feltétel, hogy tudjunk vágni. Hát én... Akkor mehetek is. Ifjabb vágó István vagyok. Jó napot kívánok. Fel van hílelve a csapat. De alapvetően azt mondom, hogy mindenféleképpen... Földtípusú Pokémonnal menjünk. Szerintem ez easy lesz, tehát amennyire féltem a Misty-től, a Surge-től, most nem félek, de lehet, hogy pofára esés lesz a vége. Azt nem zárom ki, hogy nem bukunk Pokét. Azt azért fenntartom. 2 előfutár van, vagy 3. 3 elő, de itt is kell kukázni. Megyünk kukázni. Mondjuk be van jelölve a piros meg a izé, de először harcoljunk levelük. Na most kell a Mongoose Power. Ki még nem tette meg, fejelje meg a like-ot. Magnemite. Az ellen nem jó a Diglett, mert ez repül, nem? Magnemite repül? Vagy eltalálja addig. Nézzük meg. Nem jött össze a Super Sonic.
Ja, eltaláljuk, jó, akkor semmi. Ott a szörcs hátul, remélem itt a baxi. Ha nem, akkor idézzétek meg. Baileynek kettője van, egy voltod. Mondjuk a voltod veszélyes magyar felrobban. Szia, ezt a szomjának. Ja, értem, értem. Lemaradtál az ASMR-omról, majd érdemes visszanézni. Nagyon jó volt, ASMR párbajosztam. Na, hát milyen jó Justin látom. Ez hat a föld alatt? Nem? Ugye, hogy nem. Yep! Elbújtam előle. Hehehe. Na így kell megszivatni egy Voltorbot. 20-as lett a ratata. És Tüsi 23-as. Nagyon jó. Jön még egy Voltorb. Ezelő is lebújok. Profi taktika, figyeld! Még egyszer. Hát most nem jött be. Már okosabb volt, az első Voltorba kicseleztük. Ezt meg csak megöltük. Ratata tovább fejlődik. Kis bajszos legény. Ez én vagyok. Meglett a patkány. Na, híleljünk. Lehet lehozzuk Force Edit-szel amúgy a gymet? Nem hiszem. De egy próbát megért. Jó értelemben, igen. Nem azért megy kövér patkán, akinek szakálla van egy bundája. Pikachu! Óvatosan kell. Hát ez egy ilyen, eredetileg egy ilyen kis hörcsökszerű dolog lenne, Nina. Az azt jelképező, hogy mióta vagy tag. De majd azokat is módosítjuk valamikor Patival, csak majd Patira ráírok külön egyik nap, és átbeszéljük, hogy mit hogyan szeretnénk. Ez egy hónapos tag vagy, aha. Na várjál. Ugye a MSM mellett meg a fingós kenyér van. Ez szép volt eddig. Amik a tagsághoz járó ilyen kis kitűző. Itt az egyik. Hát nagyon nehéz volt egymás fölöttie. Na jön a gym leader, küldjétek a mongoost a Pavert, srácok. Most kelleni fog. De mi előtt bemegyünk. Bug. Vagy bug. Osszuk szét a cukorkát. Ma halottak után is lett. Quick Candy. Gyorsítsuk minden pokét. Szükség lehet rá. 42 lett, a speedje 41. 58. 43.
23, ő neki nagyon rossz a speed, és 54. Adjunk még itt neki. Csináljunk minél gyorsabb digletet. Daninek is árt jó fog jönni, hogy gyorsabb lesz. A Meek the Candy az mit ad? Attack stat. Ezt adjuk az égnek. Körülbelül 20-25 perc és zárom, Baxi. Utána szeretnél live-olni, azért kérded? Eevee-t turbozzuk tovább az Eevee Candy-vel. Ez pedig SP defet ad. Tusira is. A Rare Candy-t megtartjuk. Ja, értem. Azt mondom neked, hogy félkor már biztos, hogy lezárom. Tehát, hogy 17-20 körül már, de lehet, hogy csak 7-ig tartom. Az is lehet, Bax, hogy legyőzöm a Surge-ot, és utána mehetsz. Mármint, hogy még felmegyek föntre, ahol a fű jön, és ott megállunk. Ki szereti a csörögefánkot? Én nagyon szeretem. És akkor el tudok rendbe készülni a bevásárláshoz. Na gyere, Surge! Szurkoljatok, mert itt is a boltorba az még ki tud cselezni, meg kicseszni velem. 3 poké. Kezdő is a boltorban. De nekünk itt van SSO, vagy Horse Edits. Ledigezzük. Á, Swift-el. Azzal felét leszette. Félő, hogy most felrobban, nem? Nem ütöttük le. Akkor viszont pokécsere. Jöhet Tisi. Menjünk a biztosón, azt mondom. Remélem nem felrobban. Oké. Ugyanúgy itt. Na azért Surge jobban használja a Voltorbját. Nagyon jó. Na Eevee 24-es. Take down. Takedown-nal megüti magát is. Nem, kérem. Magnemite. A Magnemite-ot nem húzzuk túl, behozzuk Eevee-t és letüzeljük. Hely Daisy SSO, mi újság? Mert egy gyors támadás. Ez az. Szavazok 16-os. Na és most jön a Raichu. Nem akarom elbukni a Tusit, de bízom benne, hogy a digelése jó lesz. Félek azért picit a Raichu-tól. 26-os. Gyors támadott. Szép. Hílelek egyet. Biztosra akarok menni. Szia Tifi, pont a live végére érkeztél.
Eddig dolgoztál? Úgy látom, csak gyors támad. Hát már jó ideje tart. Ó, értem. És milyen napod van? Jó pihenés már. Ja, értem. Megvagyunk. Holnap pedig, amúgy nem mondtam még ma be, de ilyenkor már el szoktam mondani, hogy Goat Simulator, folytatjuk a kecskés játékot holnap délután, kora délutántól estig. Psywave, jó. Most láttam, hogy tart még. Hosszú lenne elmondani, Tiffy, nincs rossz kedvem, csak direkt vagyok halk, ahhoz vissza kéne nézni a live-ot. A többiek tudják. Mekkora egy YouTube-em volt? Pontosan nem tudom, Pati. Nem vagyok lehangolt, csak direkt halk vagyok. Pati, megteszed, hogy leírod, miért vagyok halkalmat. Köszi. Meg volt egy vicces ISMR rész is, és közben szavazzok átalakult. Nem, ő még itthon sincs, hogy megyünk bevásárolni. És hát lent találkozunk a busz megállóba. Ez az. Szép. Na, 2 gymen is túljítottunk ma, és csak 2 veszítettünk. 2 pokét, az egyik ugye Baxi volt, akit sajnos leütött a Starmi, ha jól emlékszem, és utána pedig a csalásunkat ütötte le a Diglett. Az fájt, az nagyon fájt, meg a Baxi is azért nem lett rájcsunk. Igen, nagyjából ilyesmit, és azért vagyok halk, hogy lehallatszunk. Kerülem a konfliktus. Na, Misty lejött idáig. Minek jött ez le? Megy úszni? Ja, most magyarázza a Diglett barlangot. Most felhílelte a csapatot, de cuki. Még átmegyünk a Diglett barlangon. Ám ez egy némber és elviselhetetlen és minden. Nézd vissza tényleg azt a részt. Keressétek már ki Tiffinek, amikor meséltem róla, köszi. Itt már fogtunk pokét, úgyhogy most csak lerohanunk. Közepe. Inkább a közepe. Volt egy nagy szünet, tehát egy nagyobb szünet, mikor csöngettek hozzánk, kb. Azt hiszem utána volt, Tiffy. Úgy van, bedobhatod például Discordon a fánk receptet. Oké, rendben. Ugye most itt lyukadtunk ki. Emlékszel rám? Nem. Bemegyünk utána. Mi se csináltunk szerintem sűrűn fánkot, mert a nagymamáim igen, de mi nem. Itt adja a flash-t, hogy tudjunk majd világítani a barlangba. Szerintem igen. Rendben van, Nina. És ugye majd akkor vissza kell menni a Diglett barlangon keresztül. Na, Copyright 2.0-á most kell harcolni, vagy mi bajod van? Ja, hogy most ez oda is visz minket.
Hallod, a profizmus régen ide vissza kellett futni a többi játékba. Csak úgy halkan mondom. Most meg konkrétan felhozott ide minket. Te menő? Na, és akkor ott majd lesznek új pokék, de innen fogjuk folytatni. Majd mikor feljutunk oda, akkor fogunk új pokét. Amúgy most ott rengetegből lehetne választani. De az marad a következő live-ra. Hú, már 6,5 órát toltuk a Nuzlocke-ot, Kevin. Na, remélem jól szórakoztatok, én nagyon, az ASMR részen különösen, és 2 gymmel tovább jutottunk. Szerintem szépen haladunk előre. Ha tetszett meg minden, akkor írjatok kommentet a live után, lezárom, és várom a kommenteket, srácok, erősítsük meg a komment szekciót, hogy az algoritmus felpörögjön. Holnap Goat Simulator 3-mal folytatjuk délután, várlak titeket, úgyhogy legyen szép napotok, további szép estét, mongúftakát előre is, sziasztok, és köszönöm, hogy itt voltatok.